Szevasztok srácok, üdvözöllek benneteket, Várt Enderezni fogunk. Itt van velem a Tobi és a Jiren. Sziasztok! Hangosabban! Sziasztok! Ez ugyanolyan volt. Tudom. Istenem. Jó, meghívlak benneteket. A mai részben a magyar ágat szeretném húzni egy kicsit. Szeretnék haladni vele, nyilván nem fogunk most három óra alatt csodát tenni, de a T72-vel fogunk játszani, amely olyan szempontból magyar, hogy a játékban, ugye az olasz Tech Tree-ben már helyet kaptak olyan magyar járművek, amelyeket a magyar hadsereg által ugye az idők során használtunk. Ugye a T72-t még 70-es évek végén kaptunk. Természetesen ugye a T-72 egy orosz gyártmányú tank, most gondolom mindenki meglepődött, és mivel itt tartok a Tech Tree-ben, ezért ezt fogjuk most játszani, ezt a 9-3-at. Mellé be tudok tenni egy prémiumot, meg egy M109G-t, amivel azért lehet itt magasabb BR-ben is alkotni, illetve egy szintén orosz gyártású, de magyar felségjelzéssel rendelkező Mi-24D is benn van, biztos, ami tuti, meg a BF-109G-2, ami szintén magyar felségjelzéssel van, meg a Zsu-23-4, úgyhogy ezek lesznek ma a repertoár. Ezen nincsen magyar felségjelzés, haló. Haló! Furi! Figyelj már, 9-7 maradhat, vagy vegyem le? Nem maradhat. Vedd le, nem akarom. Én is kivettem, nekem is megvan a VRCC, de nem akartam berakni direkt. A magyar heli miatt, csak azért. Melyik magyar heli miatt? A premi miatt, mondod? Igen. Hát mi más miatt? Ja. Nekem a kifejleszthető is megvan, nekem az van bent. Fejleszt ki! Fejleszt ki! Feltudod, kifejleszti ki. Szívás helikoptert fejleszteni, ez így van. Úgyhogy ezzel fogjuk csapatni. Pár alapinfó, ugye egy 125-ös ágyú van rajta, és egész jól lehet használni, én nagyon szeretem a T-72-t. Alapvetően kicsit ilyen orosz tank meta van a játékban? Who knows? Nem, abszolút nem. Úgyhogy nem kell azt gondolni, hogy túl jó lenne ez a tank, de szerintem egy nagyon jó használható gépezet. A Leopardot mondjuk egy picit már jobban várom. Ettől függetlenül most ő lesz itt a fő tank, amivel játszani fogunk. Ugye három ember ő csücsürészik benne, abból kettő a lőszeren. De hála Istennek ez egész jól tölt, ezt most azért jegyzem csak meg, legutóbb az IS-3-mal játszottunk, és az egész jól helyett inkább úgy szerettem volna fogalmazni, hogy egész gyorsan tölti be a következő lőszert, úgyhogy ugye 7,1 másodperc, az IS-3-hoz képest mindenféleképpen egy kellemesebb történet lesz, meg hát valamennyivel mozgékonyabb is azért ez a harckocsi, úgyhogy ez már így kicsit komfortosabb lesz. Van füstünk, mindenünk igazából ugye fullozó van, ha jól tudom, modifikációk terén már a tank, ugye elég sokat játszottam már vele, és hát az van, hogy itt, hogyha megnézzük a Tech Tree-t, akkor nagyon szépen köszönöm kedves Máté a Superchatet, illetve Bődi Gábornak a csatornatagságot, akkor ugyebár, hát amúgy nem tudom, hogy ezt a BTR-80-át érdemes lenne ide berakni, nagyon szeretem ugye ezt a BTR-t, mi megnézzük, hogy melyik legénység, az a baj, hogy ugyanerre a legénység. De nincs fullosra ráképezve, 78 ezerért berakjuk egy M plusz egyediknek. Hát ha lesz olyan, azért 9-3-ban van egy-két olyan puha járgány, amit a BTR is gond nélkül át tud durrantani. A Zsú, azt tudom, hogy az amúgy stock nekem, most éppenséggel, úgy nem, az se stock. Akkor nem tudom, melyik a stock. Akkor nem szóltam. Lényegtelen. Szóval, hogy megvan ez a Zsú is, és akkor az is fullos lesz, úgyhogy ilyen szempontból jók vagyunk. Ugye mennék tovább a Leopard 2A4-re, de még kell fejlesztenem ki járművet ugyebár rank 6-ban, és most ezt a kerekeset, ezt így megcéloztam, bár nem tudom, melyik lenne érdemesebb. Légvédelmet kéne tolni inkább? Most azon kezdtem el gondolkodni hirtelen. Mert azért ez rohadt jól néz ki. Mert amúgy elég lenne az automatik a végén, és akkor utána rámenni erre az ágra, erre a kerekes ágra. Várjatok, itt most ezt át kell itt logisztikázni. Hát az automatik jó, a szidámok annyira, nem? Igen? Akkor jó. A szidámnak nincs radarja. Jó, én ezt értem, nem azért kell a szidám, hanem mert ugye még ebben a rank 6-ban kéne még egy gépet megvennem, és utána fejleszthetem a 2A4-et, meg a KF-41-et. A KF-41 amúgy a fő cél nyilvánvalóan. De hogy akkor utána a légvédelmem mellé hamarabb lesz. Csak az a baj, hogy az automatik csak 11-3, mondjuk. Jó, csak a szidámmal meg nem tudsz mit csinálni, mert ahhoz, hogy valamit meg tudj ölni, tankot, ki kell fejleszteni a lőszert. És mind a kettő szidám ilyen kis hulladék? Mind a kettő. Jó, a másodiknak már van rakétája.
Igen, azt látom, hogy ott van rajta a rakéta állvány. Az automatika meg az a baj, hogy a KF-41-hez képest túl magas a BR-je. Tehát, hogy már az csak 10-7-es, szóval valami akarul itt kéne, hogy az Arirte is jó lenne, csak az meg messze van. Itt mind a kettő ilyen? A 11-3-asok. Nem, maradok az eredeti tervnél, mert ezek a kis könnyű lánctalpas, ezek könnyű harckocsinak ére, bár ezek kicsit ilyen, ilyen BMP feelingek, ezek jobban BR-ben, besorolásban jobban illenek majd a KF-41 mellé, úgyhogy ezt a két jobb szélső ágat fogjuk fejleszteni. Jó, csak egy gyors kis rendezés volt, úgyhogy 9-3, tank, let's go, azt menjünk, redizzetek be. Mennyi pénzem van? 500 000? Hát az nem túl sok pénz, mit ne mondjak. Upsi-mupsi. Mennyibe kerülne rá? 730 000, az sok. Veszünk egy fokozót. Hiányoznak a fokozók! Sajnos! Ez van. Na. Fiatot rakva, nem akarok fiatozni. Meg azt amióta a variálták, szerintem annyira már nem OP. Na, az mondjuk egy jó map lehet. Szerinted jó az A10A Premium? Hát, most már talán annyira nem OP, mint eleinte. Célra jöttök, gondolom, ugye? Igen. Jó. Tehát talán annyira nem OP, mint eleinte, és szerintem az A10A kifejleszthető jobb. Legjobb osztag? Á, lehet be kéne durantani egyet majd. Na várjál, már itt nem tudunk kimenni teljesen a szélére, haló. Nine. Bár lenne dudám. Mi van a csöveden? Magyar zászló. Pont azt néztem, hogy egy magyar zászlót rátekerték két oldalról? Mhm. Uh-huh. Na jó. Éjjel látunk, az van. Az nekem is. Meg a lézeres távolságnél. Egy ideje nem játszottam vele amúgy, ez fontos, mert most az oroszokat húztuk, meg az amerikaiakat csináltam, ugye az új Abrams-t toltam ki. Úgyhogy... Ja. Az oldala ugyebár eléggé... Hopsz! Sajnos csak egy találatra futotta belőle. Eléggé sérülékeny az oldala a tanknak. Tank. Egy óránál. Hatótávolság. Ujjjj. Nincs motorom, nincs motorom. Ott van egy izé. Jó, a wolfpackos, ezt akartam mondani, nem jutott eszembe. Milyennek a neve? Gyűrűen, mondd már. Striker. Striker, azaz. Hát igen, a Strikerrel nem tudom, mit tudunk csinálni ezen a mapon, mert... Elengedem ezt a bal oldalt szerintem. Nem jutottam föl időben, ugyebár az volt a baj, megálltam egy picit. Strikernek előttem volna, a csövét még jó lehetett volna, de... Már nem. Nem lesz ez. Gyere, Hannibál, hogyha 9-3-ad van, gyere nyugodtan, persze, persze. Nem mondod, hogy ott is egy striker jön. Vagy még ugyanaz a striker, csak előre jött. Vagy az egy bokor. Az is benne van a pakliban. Nem, az egy bokor volt. Már triggerelnek ezek a pici jelek. Jó. Az egy bokor. Megöltem a bokrot legalább. Nem, csak-csak ott volt valami haló, de már legalább becsúsztam az én. Most megjavítjuk. Bemelegítő csatának jó lesz ez, azt hiszem. Hello. Halli, halli. Hello. Halli. Helikopter a miénk? Aha, Jiren az jó. Egy embert szedtek szerencsére csak ki. Ott volt valaki. Jó. Jiren, ahogy látom már, gatya. Kettőt kiszedtem célra. Az jó, ez teljesen jó.
Aha. Az él még ott vajon? Melyik? Nem, semmi felrobban. Álmik szupert szedték ott ki. C-nél. Sejtettem, valószínűleg attól kaptam én is a találatot korábban. Tényleg pont szerencsére becsúsztam. Melyik nemzetet húzzad? Én első körben mindig a alap három nemzet közül szoktam ajánlani, hogy válasz egyet, mert ott mindenféle fajta jármű van a Tech Tree-ben, hogyha majd küldetésezni kell, akkor ott torpedóbombázótól elkezdve, csapásmérőből, mindegyikből van választék. Leginkább amúgy am csinál. Aha, jajjaj. Az megvan, kicsit magasra céloztam. Meg. Onnan is kaptam egyet valahonnan. Nem látom pontosan, hogy honnan jött a lövedék. Megvan, ott van. Ott volt az előbb. Most ott van a túloldalt már. A fiú. Pedig bére. Ne? Mi 8-es kikapott. Jönnek a kopterek. Megyek, leszedem a helikoptert. Aj, nem tudom leszedni. Ja, nem viszek bombát, akkor le tudom. Nem, így sem tudom leszedni. Hát. Akkor hozzuk ezt. Meg kéne foglalni minél gyorsabban. Végig támadás. B-nél láttok most valamit? Én nem. Ott B-nél, bocsánat, C-t akartam ott kérdezni. Ja igen, azt akartam mondani, hogy C-nél ott valószínűleg középen még ott lesz az a gyerek, akivel az előbb is. Jó, megvan. Nagyon szép. Hát közbe viszik, nagyon-nagyon nagyszerű. Fent valami sugárhajtású. Amerikaiak, németek vagy oroszok jobbak? Hát... BR függő amúgy szerintem nagyon, tehát... Én nem némettel kezdenék. Amúgy. Én amerikai-orosz kombóval kezdenék, hogy meglegyen a változatosság. Még van egy leúcim. De nem. Nagyjából merre? Nagyjából a közepén. Ház mellett, de hát annyi házban. Igen, ez a köszi kategória elég erőteljesen. Ha, az a helyzet, hogy itt is jönnek előttem. Ez megvan. Ezek csak kritikus lett és kigyulladt. Jó, nem rám céloz. Van még fönn heli? Látom a leót szerintem. Kigyulladt, ott van. Motorja és két embere hiányzik. Ugye hal. Célra be kéne rohanni. Heli? Van a heli. Hát ezt meg nem mondom neked. Megvan? Megöltem. Nice. Lesz még egy heli. Kurá. Megyek már rá. Sejtettem, hogy lesz itt valaki a hegyek között, de hát nem tudok mindenfelé figyelni, az a baj. Aha, ez B-ről jött ráadásul. Visszamegyek a premivel, legalább kicsit több XP-t kapunk. Hát az oroszok azért jók, bár nem minden BR-ben OP-k túlzottan, szerintem. Azért az oroszok jók, ha meg megy közben nekik a... Van fent egy repcsiük. Élsz még? Légvédelemmel? De van másik légvédelmem. Két heli. Ott egy légvédelem tőlük. A spawnunk mellett van nagy domb, az mögött bújik egy krizantéma. Megöltük legalább.
Van egy rakétás C-nél. Wait a minute. Az majdnem a spawnunk előtt van, ezt mondtam. Igen? Majdnem a spawnunk előtt. Uh-huh. A spawnunktól, ahogy kijössz, van az a nagy domb. Ja, arra gondolsz, az gondolom. Mögött. Uh-huh. Tudod jelölni? Most bújt ki pont. Hites? Vagy ha kilő. Hát ezzel nem fogom tudni kiszedni a kis rakétás szutykot. Talán vissza tudok jönni egy légvédelemmel, yes. Vagy helikopter, inkább légvédelemmel jövök. A másik spawnt mennyire tudják lőni? Azt így nem tudják lőni. Lesz bonusz. Ki kell onnan jönnöd. Megpróbálom azt a rakétást kiszedni. Csak majd jelöljétek, amikor szól. Ha megyek a másik spawnra, akkor most. Jelölt? Ez már hull. Kapunk érte az asszisztát? Foglalni kell, itt látsz valamit itt előttem? Hopp. 8 kilométer érkezik arra valami. Nem tudom, melyik ötök van fent repcsivel. Én, de vissza kell mennem, mert nincs előszerem. Jajjó. Kilométerre van. Az a bugot, azt szerintem mindjárt hozza az atomot. Hát hozza csak. Az van az a rakétás szarra. Jajjajjá. Hát, szerintem nem lesz már rá ideje. Egyszer meghalt, még benn van, nem fogja tudni hozni az atomot ennyivel. Már nincs ideje rá. Most kell újra tölteni, persze. Égjel, kis silag! Eloltotta. Lezuhannál, légy szíves! Assziszt, nem baj. A futóműve megsérült. Akkor a szerencse. Új. Nem szándékozom meghalni, úgyhogy... Elbújunk, megvárjuk itt szépen a csata végét. Hát, ahhoz képest, hogy ez kegyetlenül semmilyen teljesítmény, még én is élettem most az első csatában, szóval. Nem egy erős kezdés, de... Legalább megvan. Na? Új, már jönnek a dökkesejük. Megöltem! Na, meg én is megkaptam, de ez már nem számított. Atya úristen! Nagyon jó. Ó. Air Superiority izés. De igen, még mindig nem tudom kimondani. Ládát kaptam. Kinyissuk! Nyissuk ki. Hát a szerencsét hoz. Ezt nem szabad csinálni, ezt mindig elmondom. Hát úgy, mint nekem, mi? Uh-huh. Hát a szerencsét hoz úgy, mint nekem. Ja, hogy neked? Mert te nyitottál belőle izét? Igen. F7, F3-at. Uh-huh. Lássuk. Kuponba vagy megkaptad? Kuponba. El tudom adni. Na, olyan... nem olcsó. A skint adsz olyan skint, hogy... Egy B17-es skin. Ó. Lesz van néző, hogy nem tudom, srácok, még nem döntöttem el.
Hát most 40 euróért tudnám eladni. Hát, ez ennyi, ez a skin. Amúgy nem rossz. Amúgy nem rossz. Én nagyon szeretem a B-17E-t, talán a repülők közül szerintem ezzel mentem az egyik legtöbbet. De mennyit ér ez a skin? Mennyit ér ez az a... ez itt a nagy kérdés. 20 cent. Akkor ezt kb. Ennyire igen. Elhasználjuk, ennyire elhasználjuk. Nem aktiváltó még egyszer. Akkor eladjuk. Hát ez nagyon szomi. Én most itt nem fogok alkudozni. Szimi-szomi. Szimi-szomi. Haladjunk. Redizzetek. Azt mehetünk. Hívd meg előtte. Ja, tényleg te is kell lesz nekünk. Várjál csak. Hol vagy? Mivel jössz amúgy, Hannibal? Német. Némettel? Olasz-német az úgy jó lesz. Olasz-olasz-német tökéletes lesz. Azon gondolkodám, hogy valami booster kéne nekem. A legjobb osztag. Hát, azt is benyom. Mondjuk, hogyha négyen vagyunk, akkor igazából easy. Mindjárt meg lesz. Mindig elfelejtem, hogy hol van tétrakás. Kérem, rakják meg tétjeiket! Tamás! Szerinted? Ne írogassál már! Hát hihetetlen. Milyen járművét várnak eladásra? Hát... figyelj, itt van még a USS Newport. Ez még a 20, ez a tavalyi Winter Quest, semmit nem ér még. A CTCV 105 HP, a 23-as nyári eventes tank. A Su-25 BM, az szintén a nyári eventes repcsi. Van itt egy HMS Rigyun, ez a nyári hajó. A Mirást még nem váltottam be. De a Mirást azt nem tudom eladni, mert nincs upgrade-elve. Úgyhogy azt majd be fogom váltani, csak nem, amúgy nem is értem, miért nem váltottam be. Mindegy. Az sose lesz eladható. Csak magamnak tudom beváltani. Úgyhogy nincs túl sok, most két hajón van, meg egy repcsi, meg egy tank. De várok velük, mert nem érnek túl sokat még jelleg. Majd. El van az ott. Enni nem kér. A Su-25-ben bízok, hogy majd 2-3 év múlva sokat fog érni. Szerintem annak adhatsz egy 10-öt is, akkor se fog. De miért? Nem olyan rossz az. Nem csak kifejleszthetőbe kapsz egy jobbat ma. Su-25. Hát, ja. Haj. Minden streambe kell egy kis gambling, így van. Nekem se adja, úgyhogy tök mindegy. CC, persze C. T-80 UM2 az elment, igen. Nem, vagy beváltottam végül? Már nem tudom, mi lett a vége. Nyugodtan, Petyó, nyugodtan. Amúgy saját BR-be vagyunk, ahogy néztem. Nem, 150 megkerült a T-80-ben. Jaja. Ja. Menjenek előre a leók, majd meghalnak ők. Megyünk egy utcával jobbrább ki. Ja, az jó. Azt mondja, a Su-25-öt nem adod nekem, úgyis mindjárt szünnapok. Hát amúgy, ha lehetne ilyet, amúgy még azt is lehetne, hogy a nézőknek odaadom, de sajnos nem tudok más játékosnak adni így pont. Pedig abból lehetne sorsolás. Vagy úgy jó lenne, mint Steam-en tudod, csereajánlatot adsz érte, vagy bármi ilyesmi. Hát csak tudod, akkor nem a játékba, tehát akkor kikerülne a tranzakció a játékon kívülre, és ezt nem fogják hagyni a fejlesztők, szóval... Szóval itt azért látni kell azt, hogy ez nem fog megtörténni. Vagy érteni kell, hogy miért nem. Ott van bent valami? Volt. Na jó. Akkor jó. És te most belemész a bombázásba direkt? Én ráfordulok célre. Jaj. Lejön valami. Van spotton az egyik tank. Ott van egy előttünk. Jobbra, ketten is vannak.
Na jó. Hopp, az egy T-15. Ott van a villamos mögött, Jiren. Látod? Látom, csak nem tudom megdőlni a villamos miatt. Tudom, találat, lepattant, de a T-10-em lesz, valószínűleg. Loader. Nice. Oh, itt vannak ketten, gyerek. Nem, kijöttünk a AND. Az jól átnyomtott a villamos. Ja, hogy ez másik volt, nem figyeltünk előre. Se baj. Hogy oldalról? Ez honnan lőtt ki? Ketten voltak már, ahol én voltam. Ja, nem baj, mindegy. Nem vettem észre. Jövök vissza én is. Óvatos Hannibal, mert még ott voltok. Igen, el is lőtt a motromat a fátadatok átrán. Hárman vannak az utcán. Mindjárt küldök oda egy bombázást. Én is egy kicsit közelebb érek. Hát igen. Az egyik assist. Ja. Hát itt vannak többen. Hopp, egy úgy kiesett. Úristen, itt mennyien vannak. Ajtó támaszték is volt ott. Jajaja. Meg egy M60-as összön. Vigyázz! Látom! Látom, nyugi, nyugi, ne csihagyjál lefele! Van ott még valami. Van már bocsánat, jó van, tudod mit? Akkor ezek után meg se szólalok. Hát azért beszélni szabad. Itt a CD-nál sokan vannak még a hátul is. Jaja. Vannak ahol a Tobi átlátok. Lőjed, ez az, lőjed a hullát! Hát itt hallok, remélem, hogy milyen. A Jiren. Dúrd meg! Előttek. Te a saját csapatásod téged. Hopp, hopp, hopp! Ott van egy tank. Csak parancsnokot kapott sajnos. Aha, az meg egy izé lesz. Jiren, tényleg ide tudtad letenni? Hát milyen pilóta vagy, te hallod? Öcsém. Ez egy STRV. Ott egy STRV, igen, előtte. Van csöve? Nem tudom. Nem tudom, de lánctalpja nincs. De jó. Ki is gyulladt. Ugye, hogy ma az pont? Aha. Ott van. A téged lőtt? Ott jön, ott jön, ott jön. Az baj. Engedj, hogy rakétázzak egyet, nem menj belé. Az elszállt. Javítjuk egyet. Nyugodtan, nyugodtan. Mind a kettő jobbra van, ugye? Bazzeg. Oké. Okay. Kapott egy motort parancsnokot. Hogy itt előttem is van egy. Aha. Jó, az előtte magát. Oké, okay, az nem megy sehova. Motorvezető. Másik sarkot. Itt is volt valaki a sarkon, balra. Igen. Aha. Az azért probléma, mert innen balról itt át tud lőni a izék között. Kicsikét itt hagylak, jó Starkey? Jó, nyugodtan menj el csak odébb, hogyha gondolod. Csak jó hallottam. Megölted? Nem. De ő igen. Téged néz. Jó, krites. Megpróbálom oldalra. Meghalt. Oké. Jó, igen, arra figyelj, Hannibal. Nice, nagyon szép, nagyon szép. Kigyulladtam, de viszont kéne segíteni, mert nincs, ez stokkos. Hát nincs az oké. Okay. Csak itt még jönnek tankok. Oké, okay, nyomasd csak. Te tudod, kire lövőd, dözz. Ott az STRV-es varkon. Jó. Hárman állnak egymás mellett. Jó, az megvan. Az volt. Itt hosszún mondod? Igen. Aha. Igen, ott van még egy. Jó, még egy megvan. Meg valaki kerül mögöttem.
De igen, itt jön, erről jön. Gyere facsak, gyere csak! Hopp! Szia uram! Jó, csövünk nincsen. Meg is van. Mennyi pontom van? 6 kill? Kevés, ezből nem lesz atom. Itt egy tank előttem, zárvára van neki. Nem tudok oda menni, most ne arra, úgy kerülök. Oké. Az STRV-re kerülök éppen. Ólol! Az STRB, az még mindig ott áll az utca. Igen, 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 itt van. Tüzérségi csapás. Koordináták. Ez egy... Echo. 3. Elpusztítás. Echo. 3. Értettük. Tüzet is. Megvan az STRB. Itt egy tank a szélén. Igen, fejez. Mi az, hogy a szélén? Hát ott a pingen. Ja, látom. Kigyújtottam, nincs trackje van neki. De mindjárt elfüstölök. Meghaltam. Szét foglalom. Mi történik ebben a csatában alul? Az a baj, kéne lőszer most már. Miért dobta el a... Tüzérségi csapásra felkészülni. Jó. Honnan kaptam ezt a lövést? Itt van valami? Szerintem az utca végén még. Bazzeg! Nem tudtam egyszerűen. Mekkora play volt pedig ezzel a T-72-vel, gyerekek? Hát mi volt ez? 2100 pont csak. Basszus, de kár érte. Hú! Rohadt jó volt. Nem baj, ezt most nagyon élveztem. Azt a rohadt, mit ment a tank. Van egy helikopter valahol, csak azt látom. Milyen? Mi? Na, tudod, a legelső. Vagy a mi? 4-es, azt hiszem. Tök mindegy, amúgy ha meg lett volna a pont, se érnék már be atommal, úgyhogy lényegtelen igazából. De van potenciál ebben a tankban. Hát most már izé megy. Hát jól van, igazából elfogadjuk sorsunkat. Ennyi volt ez a meccs. Harckocsizós. Meg lett a izé? Legjobb osztag? Legjobb osztag, persze. Mag. Hát nice. Next van, redizzetek, azt mehetünk. Ja, izgi volt amúgy. Féltem, hogy ott a sötétben nem látom, hogy pontosan milyen tank jön.
és ott az utolsó lövés az a hullába ment bele, és ugye a hullát tolta át. Utána már láttam, hogy melyik az a tank, amit lőni kellett volna, de hát már mindegy lett volna nagyjából. De hát a függető tök izgi volt. Menő. A Mirage 2000-t nem raknád fel egy coinért? Az biztos, hogy egyből el kellene. Szerintem nem is lehetne olyat nagyon csinálni. A másik meg, hogy... nem tudom a Mirage 2000-et eladni, mert az nem trédelhető kuponként van meg nálam. Jaj, na amúgy ezt a pályát szeretem. Téli lesz? Érdekes. Trikolóra jövök. Szeretem az ilyen izgi csatákat. Miköd most nagyba dobott? Hát nem baj, itt legalább... 10-3. 10-3? Ja, 10-3, ja. Be észre kell. Jó, kevesen vagyunk a csatában. Mit ne mondjak. Te cseten ki az, aki fejleszti amúgy az olaszokat a magyar tankok miatt? Csak ki van. Magyar tankok. Tudom, mindig feljön ez, amikor megjönnek a nagy magyarok, hogy... Sziasztok, Alió, Anna, ki van itt a csatában velünk? Frederico! Szervusz. Szóval, hogy... mindig feljön ez a kérdés, hogy... Vagy megvetés inkább, hogy hát ezek sose voltak magyar tankok, hogy nem mi gyártottuk őket nyilván, csak hát használta a magyar honvédség. De azért csak jó. Hát a mai napig ezeket látjuk kiállítva, meg katonai bemutatókra is azért egy-kettő el szokott jutni. Azt honnan kaptad, Gyüle? Fogalmam sincs. Itt van egy ura. Városban volt. Ahol a B-pont szokott lenni. Igen? Igen, itt van rögtön jobbra. Egy halt? Csak előttem is van valami. Á, meg is haltam. Hát, ja. De ez vak! Szia! Mi volt ez a nagy találkozó itt jobb oldalt egyből? Itt olyan gyorsan sokan lettünk, ugye ezek a... mi ez? Pont ez a plusz 1.0, ez a 10-3, ezek már olyan gyorsak. Csak én néztem, hogy mindenhonnan hallom, hogy jönnek. Na jó volt ez így. Már a BTR megvan. Szerintem a BTR az nagyon király. Sőt, nekem még mindig a Toldi az egyik kedvenc. Azt hiszem a rank 3-ban. Toldi 3? Ugye? Jól mondom? Azt nagyon szerettem. Ja, rank 3 az a Turán. Vagy az a Turán, bocsánat, Turán, igen. Toldi 2 az meg az Evente sergány volt. Turán az nagyon jó kis tank. Szerintem én nagyon rossz helyen vagyok. Helikopter miénk, mer? Egységes, igazad van. Van még egy tank. Na vajon miért? Jövök. Jirem, füstölsz? Vagy az normális? Ajaj. Jövök. Ebbe a bérbe nem tudjuk, hogy mindig 2-es 38 szétszed. Á, mégis adnak. Hopsz. Ez line stopot kapott. Jó, köszönjük szépen, hogy ilyen üdíróta vagy, hogy kitolod még itt is. Ja, a csőlehajlásunk az eléggé korlátozott, de... ahhoz képest, hogy orosz gyártmányú tankról van szó... még viselhető. Vagy már viselhető. Amit itt hallunk zörögni, az nem velünk van. Ott jön egy tank. Itt van, ja. Most jön egy Wolfpack jön. Ahaj. Most jön a pontra, Starky. Látom. Jó. Hát mást is látok, maradjunk annyiba. Ha itt jön mellettem a Wolfpack. Ott egy kívül egy tank. Ott jön. Ujj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 j
Ez a lába! Tű
tüzet oltsunk egy-egy gyors. Oh, de hát gurulhattam volna egy kicsit, csak olyan lassan tolatnak ezek a T-72-k, ez az egyik legnagyobb hátránya. Na, ott is ment, ott ment hátul egy tank. Jaj, az... Légitámadás! Hát a... Kettőes az... Szia uram! Az megvan! Megálltam... Itt van fönt egy... A bázisukat nézik. Jó, ez is megvan. Ez mi volt? M22 Locus! Honnan lőttél meg, te csúnya? Újjúj! Na igen, a tolatásról nem hívjusek az orosznak. Nem, nem, hát főleg ez a T-72 ez nagyon ergyán tud tolatni. Sajnos. Azokat kiszedtétek, amik ott, voltat, ott voltak fönt? Hát még van. Hol, merre? A légvédelmet lőtték ki, Tobi, most. Nem tudom, mit lőttem. Látok egyet, ki. ott van egy balra még. Nem tud lőni, nem tud lőni, nem tud menni, nem tud semmit se csinálni. Nem de néztem, hol? Hogy hol van. Ott van, jelölöm. Ember még baloldalt fent a cső mellett van benne. Tölts. Bazzeg. Zárvázat kapott, ott lesz fönt. Há? Mindenhol vannak. Jobbra is van, ja. Szembe is van, úgyhogy ez most már így igazából kacsavadászat itt nekik. Van pontom, úgyhogy igazából én szívesen bemegyek haldokolni. Meg hát itt már termellel játszunk, azt ne felejtsük el. Jajajaj. Hát jó. Mondjál nekem... Na, mi van? Mit szeretnéd, csillagom? Semmit? Ó, ez már fájt viszont. Na-na! Kaptam a csicskultot egyből. Nézd meg előző, tilos! Az milyen jó már az a tábla. Bocsánat, itt az idulatok kiszabadultak kicsit belőlem. Csak a tudás számít. Ezt én is így gondolnám. Ott. Nem jött össze. Meg sem tudok mozdulni. Ha? Katya, még egyszer ezzel vissza kell elni, figyelj, füstön keresztül miatt kapott a csórikám! Persze, vigyük vissza. Bazeg! Védelem le fog járni. Eltaláltak! Ups! Gatya leesett, hamarabb a lőszerem. Nem tudom, mit kéne bevinni még ellenük. Most már itt vannak. Engedd el. Nem lehet elengedni, nem csinunk ilyet. Engedd el. Nem, ez mind pont! Az ingyen pontot szeretem.
Jobbra! Jobbra hol, ja? Hát gyerekek, ez gatya! Na-na, ez már nem számított, jó? Ez már nem számított, ez már játékon kívüli volt. Megint meg lett a top 1, lol. Hát jó. Új fokozat, nice, megyünk, pörgetjük. Mehetünk is. Ja, ki nem redizett be? Én. Ja? Kell vegyek különleges feladatot. Tudsz véleményt mondani a japán F-15J-ről? Én nem, de Jiren lehet, hogy tud. Nekem nincs meg. Jiren, mit szeretnél mondani? Semmit. Amúgy jó gép. Csak én a rakétákkal nem vagyok barátságban. Mert? Veszek egy ilyet. Nem, ugye, hogy belokkolok a nagy hatótávolságúval, kilövöm minden, és vagy kilövik előlem a célt, vagy valahogy elveszti a jelet. Azzal nem adja annyira. Meg mondjuk nincs kimaxolva, mert lenne neki 40G-s rakétája, ami az amcsin nincs. Szerintem az összes T-72-ben már megy szög. De amiben megy szög, abban nyilván az. Ugye a szögnek az APFSD-es szoktuk pecézni. Hogy haladtuk felfelé tierekben, ugye először vannak a standard lőszerek, és akkor utána, ami kicsit érdekesebb már, ugye az a hitefes, az ilyen 5, 6, 7 környékén van BR-ben, és aztán bejön ugyebár az APFSD és a szög, és akkor oda nyilván mindig a legnagyobb átütésűt kell berakni, ami jelen esetben ugye ez a 15-ös, bár már a kisebbek is egész jót szoktak ütni. Úgyhogy vagy a hitefessel az a baj, ugye most itt láthatjátok, hogy a hitefese is ugyanakkor átüt, hogy bár becsapódáskor nagyobb kárt okoz, ő minden fűfa bokorba fennakad. Kicsit olyan, mint a HL lövedék, tudjátok, ami akkor robban, amikor bármivel találkozik, ami már ugye triggereli. Úgyhogy a célra megyünk közben természetesen, hogyha az nem a túl egy kérdés lett volna, lemaradtam. Hát már az olasz tigris, persze meg is van. Meg is van az olasz tigris, ami nem tiger, hanem tigris. Mint az Argóban. Ez egy tigris! Panzerkampfwagen! Ott Firt mond amúgy. Bümszöt, nem? Amúgy, nem. Firt mond, azt hiszem Firt mond a filmben, de amúgy ugye ez egy Zex. Azt hiszem a Panzerkampfwagen 6-os. Ja, 4-et mond a 6 helyet, ja. Így van. Szóval ez mindig megtévesztett, amikor néztem a filmet, így gondolkodtam, hogy 4. Hát az nem így néz ki. Csak gondolom úgy jobban adja ki a... Nem tudom, a szerepben lehet jobban kiadta a történet. Osztok! Tobi! De már megint mi ez a... 10-3? Szerinted miért 10-3? Megy KVT, Leo. Nem beszéljük. Kimegyek jobbra egy kicsit, mert hallok zörgést. Azt a rohadt mindenit! Jó, megvan. A Tungs megvan, de ketten vannak. Javítok. Megsérültünk kicsikét, de jól vagyunk már. Ebben jobb a három MB-k. Nem tudom, nekem ez bevált amúgy. És javítgatunk kicsikét. Készüljetek a motorindításra. Hát én olyan kész vagyok, hallod? Átmegyek B-re szerintem, meg árod, de úgyse nagyon jártam. Ujjjj. Azt kiszedték ki, hogy vilkas volt. Helikopter jön, szerintem az övéké lesz. Vagy a fő utcán ott vannak a végén.
Nem látom helikoptert, csak hallom. Jaj, figyelj, figyelj! Ja, oké. Okay. Hát ilyen nincsen. Leszettétek a helikoptert? Nem. Jó, ott van. Ne, már a háztetőn landolt. De van még egy. De kettő van. Basszeg! Mindegy, azt leszeditek, az egy kis szutyok leesett, jó? Nice. Nagyjunk tovább. Mögötted, Jiren. Tudom, csak én ma még szerelek. Lassan forog a torony, nem? Tools. Egymást kocsövet lőttünk. Azt mit kezdjek én a Tools-on? Júj! Bajos, hogy nem tudom, hogy honnan jött a lövedék. Kiszedték. Na, tessék meg evítani. Hol a tükönbe van? Ott volt lent, ja, akkor azért nem láttam, hanem belőle is látott rá. Hű, ott úszkált lent a vízben a srác. Hát azt nem vettem észre, sorry. De ezt mondjuk, erre még sose jártam a játékban. Még a C-t szoktam erősíteni. Kicsit szét van a... Itt a lánctap takaró lemez kicsit úgy döntött, hogy feladja a harcot. Az nem jó. Tüzérségi csapásra felkészülni. Another zone captured, we have the advantage. Egyszer már kitolatunk. Sejtettem, az volt a baj, hogy begurultam oda, ki kellett, vissza kellett volna fordulnom egyből. Hát nem volt jó választás. Nem feltétlenül baj szerintem ez a 9-3. Amúgy. A prémium, de igazából a földob a prémiumokhoz. Akkor nagyon sok olyan prémium játékos van ugyebár, aki nem játszott túl sok csatát, ezáltal őket könnyű levadászni. És hogyha földob, akkor meg több pontot kapsz. Úgyhogy az APTR killekér. És ezzel a tankkal lehet így is érvényesülni. Ami nagyobb hátrány, az inkább a termál hiánya, úgyhogy azt talán, amit így... Szia!
Inkább nagyobb indoknak tudok kérdezni. Most nem csináltam semmit, csak kocsikáztam egész meccsben. Izraeli taktit nem tervezett húzni, elég erősek a merkavák. Áj, tudom, de... Figyelj már! Azt akartam mondani, hogy szedd már le azt a kis propellereskét. Hát igen, ha nem dobnál a... Lohel is. Akkor le tudtam volna. Jire, help kell? Meg vagyok még. Még meg vagy? Mivel harcolsz? Nem látom a helikopterét. T-64, nincsen csövet. Csak nekem is váltott lőtt. Itt repked való fölöttem a... És repcs. Ezek behalok, hogy itt egy propelleres gép itt izé spotolgat valszak alára. Nice! Hát hiteltem én is legalább. Ja, jól nézett már ki. Széthullott darabokra. Hogy kaptam hitet. Itt a heli a üzén a templomban. Na, látom. Ez lesz volna. Hát azért még nyilván kicsap, vágod? Nem baj. Azt hittem amúgy rég meghalt. Gondoltam lövöm, mert még halott állapotban is van, hogy simán tud lövöldözni a kis csákó. Hát sikerült is neki. Nem lesz pontom. Nincs pontom ebben a csatában. Hát az előző háromhoz képest ez egy gyenge kör nekem, de... Nyertünk. Hát ez jó. Tizedik lettem. Nem baj. Szerintem az orosz tech tree élvezetesebb, mint a német. De ez se lehet így nagyon nagy általánosságban úgy kijelenteni. Itt nagyon hangsúlyos, hogy szerintem. Én mind a kettőt szeretem amúgy. Felértés ne essék. Nincsenek olyan nagyon nagy kontrasztok szerintem. Ja. 6-7-től 8-7-ig az orosz azért az kicsit ilyen... Aj, Tomahawk, szerintem mind a két csapat kap ezekből az újonc játékosokból. Engem ez nem zavar. Nem tudsz vele mit csinálni igazából, ezt el kell fogadni. Most is feldobott. Ah, nem annyira, várjál, ez mi? 9-7 lesz? Nem szeretem ezt a pályát. C, A, mire menjünk? Menjünk A-ra, gyertek. Az közel. Azt talán jobb, kicsit közelebben meglátjuk. A Wolfpack? Szerintem nekem a Wolfpack az nincs meg, csak... De sima Strikerem szerintem van. Most csatárban nem tudok elemenni. Jó kis tank az. Hát azért... A Wolfpack az akkor jó, hogy ki tudod használni a dombokat. És tudsz ilyen sneakybe játszani vele. Mert ott igazából annyi a lényeg, hogy maga ugye a... Hát ha nevezhetjük azt a kis állványon lévő ágyúcsövet toronynak, az toronynak minősül, Jiren? Az már toronynak minősül. Jó, tehát hogyha a tornya kilóg a domb mögül, az bőven elég, és maximum az ágyúdat tudják ellőni. De hát az is elég látszik ugye legtöbb esetben. Az egy ilyen tipik jó kempelős tank. Mert a teste meg viszont jó, nagyon nagy. Tehát azt, igen, hát annak van jó lőszere is. Megvan a hátránya, mert hogyha nincs hozzá pálya, akkor viszont cseszheted. Ujj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 
Nincs is tornyom, hál' Istennek. Várj meg, valahol szereljünk egyet. Hát nem fogok a plac közepén megállni, ne arra. Állj meg, itt, itt nyugodtan megállhatsz most, megállhatsz most. Megállhatsz szerintem. Megyek a domb alá. Na jó, gyere a domb alá. Megszerelünk itt hárman. Gyere. Hát én már nem megyek oda a harmadiknak, én nem szeretem ezt a triós bulit. Mit finnyáskodsz mi? Akkor még jó volt. Yeah. Hopp, kapta a kritet, nincs irányzója annak a kis bugyutának. Ott van. Úgyis visszakandik el később. Hátrébb is van egy tank, maradjon csak spoton. Most kapta a kritet. Ja, most pukkant egy. Itt van balra, Jiren, mögöttünk. Itt jön. Hát azt nem hiszem el. Mi volt az? Mit tudom én? Megjavíthatok. Rakétás, azt tuti. Igen, igen, engem is az zaklat. Ja, ott is ott van Jiren egy. Menjünk. Ja, kaptam is hátulról. Jövök.
ketten vannak, van egy a ponton is. Igen, az egyiknek adtam egy zárvára. Jó, nem tud előni. Valami jön. Igen, az fal. Á, nem. Ami ott van, az a nagyobb probléma. Na, mi volt az? Hát most szedik itt a csapattársunkat. Nem látom ott a ponton. Hát ami először előtt vágod, itt ja, van lent. Ja, ott a pontnál, ott van. Ez nem ilyen. Vigyázz, vigyázz, rakéta! Aha! Megvan. Aha. Azt hogy csinálja a fiú? Itt, itt a másik valahol. Konténereknél van valahol szerintem. Úgy rend, szerintem nem nekem mondta, hogy megvan. Megölt? Meg. Az még életben van. Ja, itt van. Aha. Pont az öt konténernél van, ugye? Igen, látom. Kapott egy tracket. Ezt a tárkis szólok, mikor jelöd. Hát jó, itt most... Itt egy helikopter. Hopp, 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 ott is van valami szembe. Jönnek velem szembe is. Így van, így van. Sokan vannak. Ketten is vannak. Ketten vannak. Nice. Kaptam egy asszisztot. Ja igen, meghalt az IT-1-es. Azóta rakétás jöttek. Két a másik. Pingen van. Heli, az... Azt láttok valamelyre? Heli az lezuhant, azt hiszem. Nem látok és nem is hallok. Ott a pingen. Látom. Igen, az az egy van ott előttünk, csak amit jelöltem a drónnal. Meg ott van egy a spawnjukon. Nice, nagyon szép, az meghalt. Nagyon szép, nagyon szép, nagyon szép. Egyedül én is előre jöttem. Itt van valami. Csirel, vigyázzatok. Tudnatok. Jó. Kapott egy critet. Nincs, zárvára van, nem tudni. Jó, jó. Egy helit kiszedtem. Nice. Az is halt. Hát ezek most buciról lettek szivatva, vágod. Ez meg milyen csata már? Áttoltuk. Hát ez nagyon durva. Na itt jön valami. Novatosan, novatosan. Tűzérségi csapás a szektorodban. Azt hittem, hogy spawn védelmes. Nem. Nem érdek, hamozódnak vagy két há... vagy 5 métert, akkor már nem tesz. Na, egy MiG 15 kiszedett. Bopti! Nem, Bopti megölt sajnos. Hozok egy légvédelmet, tehát hogy tudok még szedegetni valamit. Azt gatya ez a csata. Azt a MiG 15-öt. Nem túl izgi. Hát nem izé, vagy egyre már menni Squadron csatákat. Gondolkodtam rajta, de nem tudom még. Ja, okay. Ja, zsuba van. Srácok, tudom, hogy szoktak nyomni. Mondjad. Viszem feléd a gépet. Jó, hozzad, 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 már be van mérve. Jó. Úgy. Jajajajajajaj! Megvan! Szép. Bocs, kicsit sokáig tartott, mert... Hát igen. Mert olyan lőszerem van, hogy el kell találnom, tudod. Jaj, értem. APT van benne, mert... Mert ezzel tankokat is ki tudok lőni, ha úgy van. Úgyhogy sorry. De meg lett. Ez amíg ez nem volt egy túl nagy célpont. Hát el is fogytak a betyárok, úgy látom. Ez ennyi. Lájtos kis karika volt. Szóval köszönöm Gábor, köszi, nem tudom lesz a Squadron csata. Kérdezgettem, hogy a srácokat ők szoktak mi játszani. Ja, amúgy van egy ötödik Squadron, az a helyzet. Ami a Bob H4, akkor ezek szerint? 5. Bob H5. Bob H5, bocsánat. Hát nyilván bocsánat, hülye vagyok, mert nem az, nem nullától indexelünk, igen, mert ez mindig összezavar. Mert a sima Bob H ugye az első, és akkor... Szóval, hogyha valaki nagyon nem talál magának századot, alapvetően itt semmi kompetíción elvárás nincs, akkor most már lehet jelentkezni az ötbe is. Amúgy tegnap mentünk CV-t. Mentetek tegnap is? Hogy ment amúgy? 11 győzelem, 6 lúz. Ez nem rossz arány amúgy. 10-3 volt, nem mindenkinek volt megfelelő jármű feltétlenül.
Metát se ismertük. Mi az, ami jó tank és szükséges most, hogyha szkvadronozni akarsz? Mi az, ugye minden héten másfél. Jajaj, nekem akad csak Jire hangja? Nem, igen, nekem is. Nem. Jó. Mi nekünk is. Minden héten más annyit mondott, azt értettem. C, B, A, R. Hát, hogy megyek C-re. Ez megint izé... A klik... 11, a vagy 10 nullás lesz. A klikbét jobb szerintem most jelenleg. Nem, franc tudja, ki kell próbálni. Akkor menjünk C-re. Mindenkinek más jön be amúgy. Ennyi az esélye annak, hogy összedobhat Hannibállal? Nem tudom, nem értem teljesen a kérdést, hogy velünk, hogy játszunk és összeszámolni, nem tudom. Igen. Kérdésedre a válasz, igen. Te dobod. Ja. Szóval az új klán az azért alakult, mert gondolkodtunk rajta, hogy még több kéne, mert folyamatosan jönnének az emberek, nagyon sokan, és nem mindenki vágyik arra feltétlenül, hogy most szkvadron csata, és nagyon nagy elvárások, csak mondjuk esetleg egy olyan magyar közösség, ami aktív, és lehet esetleg szakaszozni. Aki szkvadron csatázni akar, az valószínűleg föl fog kerülni az első klánba, mert az lesz erre majd fenntartva. De majd ezt úgyis majd megbeszéljük még. Hogyha valaki ilyen miatt jönne, van rá lehetőség, de itt nem az a feltétlenül a cél, hanem hogy mindenki jól érezze magát, meg tudjátok fejleszteni a szkvadron vehikelöket. Meg a kérdés van, hogy kell beállítani ezt, azt amaszt, akkor Discordon persze, hogy srácok segítenek egymásnak, meg hát folyamatosan szoktak egymással játszani tudtommal, úgyhogy... És igen, aktív az összes klán, meglepő módon. Igen, amúgy, hát az látszódott az előbb is. Hát minden klánból rakjuk ki azokat, akik inaktívak, ugyebár. Oda is gondolom rank 3-as járművű kell, nem? Igen. Ugyan elvárás. Hozzád 4 kell. Hozzád 4 kell? Nem 4-re már. Hannibálhoz nem mehet akárki, érted? Hát sok volt az inaktív, aztán most megtöltöttük aktívakkal, és a srácok imadják is, látszik is. Látszik, hát Hannibáli aktívabb, mint a kettesem. Balról kaptam egyet. Igen, ott van. Pingen van. Valami lepattant. Valami arra van valami. Az a baj, a dom mögött van, és csak az kupoláján látjuk, én meg nem látom most. Most javítok. A Type 16 egy ház mögött van. Ajaj, baj van. Na igen, most látja, ott vannak ketten is. De legalább befüstölti Hannibal. Ja. Próbálkoztam. Ez szerintem nem dicséret volt. Tudom. Na. Én akkor ammórekeszt kaptam, hogy nekem még halvázom sem marad. Van az úgy. Csávokám átlátott a füstön, én nem. Jajjaj. Igen, az idegesít, aki mögöttem volt. Aha, ott lesz hátul, nézzétek, csak a mögött, a szutyok mögött. Nem? Elmegyik arra. Nem látom, hogy mi az. Bazzeg, nem látom azt a szutykot. Az baj. Bazzeg, nem látom, hogy hol van. Előtte az ágyomat, ott van kit. Menni nem megy el. Jövök bár Jirennel. Ott ég, lángol minden. Meghalt? Most halt meg. Nice. Nem kaptam rá asszisztot? De kaptam, jó van, csak nem figyeltem. Amit még itt, mint a balra kint hallottam volna.
Szia, Csire. Na ezt fejlesztem most, vagy ezt az ágat fejlesztem én is. Ez jó az a cucca, szereted? Jó. Hát a APDS ki van rá, már fejlesztve még a szökkelre. Szöggel jó lesz. Ja, az olyan, mint a BMW? Azt mondod? Inkább, mint a Vilkas. Igen, 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 igen. Na, ugye ez elég OP. Mint a Mékas. Nem, csak ugye rakéták nincsenek hozzá. Hát ilyen kis futrinka tudod gépágyúval, tud az kellemetlen meglepetést okozni. Ott van. Azért nekem bugol a textúra ott előttem, ez mi a tököm? Jön egy repülő amúgy. Jajajajajajaj! Ezt nem hiszem. Az baj! Ez. Hiába lőttem ki, szőnyeg bombázott egyet. Balra még van kint egy tájpok. Igen. Szart se látok. Itt valahol. Azt hiszem. Vagy valahol alvarra. Aha. Előttem a csövét, ott van valami. Ott. Javit. Azt mondja, lassan már többen vagyunk, mint egy dandár 100 és fél ezred. Hát... Na, van rá igény akkor? Van, egyrészt van rá igény. Mi alapvetően nem akartunk amúgy ilyen nagy századokat csinálni, csak tényleg azon folyamatosan, hogy mikor lehet bekerülni? Jaj, felveszel ide? Jaj, felveszel oda? Tehát napi szinten jönnek ilyen kérések, nekem is, meg a többieknek is. És akkor így csinálunk többet, hogyha a módunkban el. Láttok valahol repülőt, vagy helikoptert esetleg? Bármi ilyesmi. Van egy helikopter, de az a miénk. Azt is lelőhetett tőlem, csak nem biztos, hogy a Gaijin díjazni fogja. Az elsőt még díjazza. Igen, az elsőt még díjazza, minuszba. A másodikat meg már, hát azt is díjazza. Kapsz egy tiketet a garázsba. Ingyen kivisz a játékból, kattintanod se kell. Ja. Van repülő, hallom. De meg ne kérdezz, hogy merre jön. Ott van, most megy el a város fölött a repcsi. Ez a Su-7B lesz szerintem amúgy még mindig. Nem, ez egy MiG-21-es. Nem tudom most milyen nemzeteket szeretnének, vagy subtriket berakni még ugye ilyen kiegészítő nemzeteket. Hú, de jó, Type 16 megy vissza ugyanoda, ahol eddig volt. Ja, ahol eddig volt. Hát ez nekem egy jó. Az a baj megint az, hogy mi harcolunk nappal szemben. És az a Type 10, vagy mit mondottak, az hol volt? A városnál? Nem, ahol az elején harcoltunk vele. Megállni. Ja, ott a dom mögé, ott a dom mögé a vágás. Igen, ott a házak melletti mezőn valahol ott a domnál volt. Szart se látok. Na, lőjetek ki, azt haladjunk. Nem szeretem ezt a pályát ilyen nagy gonamon. Végig megyünk itt lent. Tört meg vadászok közben a MiG-21-es. Tom 2 az kapja, nem kapja? Nem ő szedte ki a T-62-emet. Korea lesz a következő? Nem kizárt. Valószínű, igen. Én örülnék neki. Igen, és Koreán nem vannak egyedi járgányok, vagy ők is ilyen? Hogyne, náluk csomó egyedi van. És ő K2-esek nem... meg az ilyenek.
Na, az akkor viszont az egy érdekes történet lenne mindenféleképpen. Ja, ugye a K1, K1, A1, K2, ja, ja. Ezek Abramsek, csak koreai verzióban is jobbak, mint az Amcsi. Remek. Azt is össze-vissza tudod döntögetni. Csillen, itt az két tank, az egyik az a kerekes, azt megfektettem, nincs motorja. Meg fönn van az XM1 a... malomnál. Csak mondom, közlöm. Ja, és X, nem tudom, tudod-e? Nem tudom. Hát most már akkor tudod. Az egyiknek tudtam egy kritikus lőni, aztán ennyi. Például ami a svédeknél van, Premi, a Vidar, az is korai. Nice. Segítek javítani, fiam. Ez jó. Jön be egy tank amúgy, mögöttünk, ellenséges. Itt a tank 2 IP, azt a T-72-től is intézte. Azt hallottam valószínűleg. Nem hallok most mást. Ja. Ez volt az. Hát kérdéses, hogy most B-t védjük, vagy mi legyen? Védjétek. Ezt most mondjuk, hogy ültem meg? BTR-re. Amikor én zsúva vagyok. Még annól sebeztél bele. Bármit is látni. Lopárdot hallom mögöttem. Szerintem. De? Van fent valami repülőjük. Most jön a város felé. Jaj, ne, atomot is hoznak. Valami repülő! Pedig azt hittem, hogy visszahozzuk ezt a csatát, várjátok? Azt nem. Azt ledobta a gyerek az atomot, beszarok. Nice. Vesztettünk, nem? Hát, úgy figyeltetek, hogy kidobta az atomot? Nem is hallottam, hogy szól a riasztó. Én most hallottam meg a végén, de már akkor jöttek a repülők, úgyhogy... Nem volt izé... Ötödik. Engem meccs volt, nem szeretem ezt a pályát, de nincs ez a baj. Nem teszel rá a talizmánt? Nem, mert a sokba kerül, és most nincs rá aranyam. És annyira nem fontos. Ez jó tank, tehát a feltétő... Jó, most lehet mondani, hogy a jó tankokra jó rakni, mert hogy akkor gyorsabban lesz, de ezzel szívesen játszok többet, mert ezzel jó játszani, úgyhogy... Hát, ja. Ez ilyen visszás kérdés amúgy.
A talizmán ugyanannyit ad, mint a prémium tank? Nem. A talizmánt teszel egy járműre, ugye itt a modifikációknál találod meg a talizmánt, akkor plusz 100% fejlesztési pontot kapsz ezzel a járművel, vagy az adott járművel. Viszont nem lesz kreditszorzó rajta, tehát pénzt nem fogsz vele úgy hozni, mint egy prémium járművel, és hogyha megnézed, ennek a tanknak alapvetően 563%-os ugyebár az XP szorzója, és hogyha rákerülne a talizmán, akkor csak 663 lenne, ellenben például itt van ez a mod, ott láthatod, hogy ugye ezen van talizmán, és ott pluszba hozzáadja. Bocsánat, helyesbítek egy picit, 2,26 szorozva 100-zal majd, mert a zárójelen belül adja őket össze, tehát igazából 226%-ot kapsz, hogyha itt ezt a számot nézzük, ha minden igaz. Mert itt, igen, mert összeadja a számokat, és azt szorozza föl. Úgyhogy itt például megvan ugyebár. Tehát igazából csak tapasztalati pontot gyűjteni vele, többet nem lesz. Hát úgy amúgy lehet, hogy közel olyan jó lenne, mint a Premi. Na ja. Micsoda? Megint 13. Megint 13, hát az gatya. Kezdem unni ma. Megyek ára. Beszállás. Elkészülni. Jaj! Mi ez a köd? Nem lesz egyszer szép tiszta időnk? Vagy éjszaka legalább, akkor tudnám használni a Night Vision-t. Ja. Ezt adnám. Most van éjszakai meccs? Nem nagyon szokott dobni. Hát, ha kiválasztottad, hogy legyen, akkor be kell kapcsolni. És szokott? Vagy nektek be van kapcsolva? Be. Be. Kapcsolatom én is, hogyha úgy van. Ezt leeséljük. Ja, így már értem. Köszi szépen, Peti, a kiegészítés. Nem értettem most a BT-ben. Ja, Hannibal. Elég szutmák ez a köd. Hát egyelőre nem látok senkit sem. Nem elég a köd, még be is füstölnek. Ez ilyen. Csí, egy ágies. Ott van-e valaki? Nem tudom, persze. Megvan. Nincsen zárva ez a... Ez vissza fogja húzni, nem? Az vissza is húzta magát. Ágiesnek már fővítik a BR-jét? Hallok egy pár motort itt előttem, nem tudom. Itt szerintem a dombok mögött 2-3-an is simán vannak. Attól félek, hogy oldalba kapnak, nagyon előre jöttem. Igen, vigyázz, mondom, ott vannak szemben az egy. Hát azt tudom, csak neki rám nagyon ki kell bukniuk, hogy lássanak. Valaki kilőtte itt a mögötted lévőt, valahol látom még. Próbálkozik az AG-s. Jaj, kettő! Óóóó! Aha. Ott van fönt egy. Igen, azt én spotoltam fönt. Az nincs felspotolva. Jaj, a másikat spotolt a másik dombóra.
Ott? Ja, nem látom. Vérő már jönnek. Hagyjad nekik, Jiren! Ja, itt is. Meg lett. Ez a... Ja, jó, lett. Da. Ami spoton volt, az meg lett. Azt én spoton tapom. Kaptam a izért. Megvan az AGS. Oké. Nice, azt is főszpottoltam. Na jó, lehet meg kéne megyünk. Le tudsz gurulni pontra, vagy nem? Megpróbálom. Megyek. Annyi, fedezzek. Fent vagyok. Ott van valami. Nem látok rá. Bele. Tank. Két jó. Ő nem tud. Ott van, ott van, ott van, ott van. Elment. Helikopter jön, helikopter jön. Jalá. Nagyon szép, nagyon Mára. Szép assist. Leesett. Itt jön előttem valami. Megvan. Krites. Engem néz. Mi az baj? Jó, lepattant, lepattant. Intézem. Megvan. Köszi, köszi azért. Van még egy heli. Jön még egy. Jó, jó, nézem, nézem, nézem. Keresem a heli. Nem látom, nem látom. Sorry, sorry, sorry. Ja, látom, most látom. Basszus. Megvan, meghalt, meghalt. Nice! Hát kéne menjünk B-re. Gyorsan, szóval innen kéne, ja. Ah, B-nén is vannak. Hogy ne lennének? Ja nem, ez a spawnokról lőtt ki. Gyors, javítok egyet, 13 szakasz, megindulok, addig még itt figyelek egy kicsit. Jó, én elindulok B-re. Basszus, meghaltam. Jó, nem baj, akkor úgy spawnok. Megyek azt, átmegyek a másik spawnra, megpróbálom kitisztázni. Na, ide, 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 ide. Ez az Amix a két spawn között volt. Ott az AMX-ed. Baszik, nem látom sajnos. Nyugodtan. So
látom. Baj! Meghalok. Meghalok. Basszus kulcs. Mindegy. Jó? Nem baj, még pot kiszedtem. Már jönnek a repülők. Nehéz így, hogy a saját base-t kell, meg spot kell védeni még. Meg tudok célra bejutni. Mi újság ott a másik oldalon? Gatya, teljesen elvesztünk? Ja. Ma nagyon nincs csapat. Aha. Ja. Meglepődtünk. Megpróbálom a bét még visszaszedni, hát a sikerült. Edd meg, köszi szépen, hallunk előre jöhetiket. Így van, köszi, köszi. Itt van már izé. Hol spawn-e. Francos ködöt megetetném azzal, aki most itten kitalált, hogy ez a körme körös legyen. Nem szeretem, hogyha köd van. Nem látok olyan szépen tisztán. Ujjjj. Van itt tank is. Mi van? Na-na! Röpülőt lelőtt! Kiszedtem a Mi-4-et, lol. Kár érte. Powder, de fogunk-e játszani? Terbe van, terbe van! Ajajajaj! Terbe van. Hát az az egyetlen BF-109 a line-upodban? Ez figyelj, ez itt a Joker! Helikoptereket leszedni pont tökéletes, amúgy tényleg. Úgyhogy itt az olaszoknál sajnos nincs másik. Itt nagyon rosszul állok a gépekkel, úgyhogy majd itt csinálni kell valamit. Valami bombázó kéne, de hát amúgy ez lehet, nem is lenne rossz. Ezeken mekkora bomba van? Ja, jól néz már ki. Én szeretem ezeket a nagy bomba. Hát mondjuk ez inkább ilyen torpedó bombázokat, ezt leszedik, mint az állat ilyen nagy BR-be hamar. De jól néz ki. Én nagyon szeretem ezeket a négy motoros gépeket, olyan jó kis megalomán. Hát valószínűleg nem sokat ér amúgy. Hát... nagy extra nincs itt. Ja, P108-ak. A saját BR-jükben jó velük bombázni. Hát az biztos, persze, persze. Nem is kétlem. Amerika után, hát Amerika után jöhet akár egy orosz, egy brit, hogyha kevés volt Amerika és... szeretnéd, hogy egy kicsit ízesebb angollal beszéljenek hozzád? Ugye a Battle of Auto. Attól függ, hogy milyen nyelvre van állítva persze a játék. Amúgy a britek is tényleg tök jók. Hát, amcsi után amúgy kb. Bármi jó. Ott már akkor megvan a base. Bár lehet, én oroszt kezdenék el. Hogyha most kezdeném a játékot, amúgy valószínűleg amcsival kezdenék. Mert nagyon sok olyan ikonikus gépük van, repülő, meg tank. De nagyon szeretem a sörmeneket. Akkor a... nem is tudom. Nyilván az Abrams-ek a végén, de az még nagyon odébb van. M18? M18 így van. Ott a Pershing féle amcsi tankok. Úgyhogy ott van egy-két jó páncélvadász is. Szóval ott több olyan tank van, ami szerintem ikonikus és amúgy tök élvezhető. Persze kell velük tudni játszani. Ha azokkal megtanulsz játszani, például a sörmenekkel, a tigrisek ellen, az később nagyon jó lesz. Mert ez szerintem hasznos. Akkor... elment a lapos retek. Csak beszélgetünk. Jó, oké, megvagyunk. Megbeszéltük egymással. Meg én nagyon szeretem az F4 korzereket, a Berket is egy jó gép, ott meg utána a Mustangok, stb. Szóval ott sok. Gyere, egy repülő.
Ebben a játékban? Ne fenyeges, légy szíves, jó? Helikopter, bocsánat, nem is repülő. Hallod, azt a kis lipőbirtet nem tudod legyen. Rakítás, hogy csak... Hány rakétát tud küldeni? A lapos tehát, hogy csak egyet? Oh, barom. Állj, a dombó van még itt. Na! Ezt akartam magamnak bejelölni. Innen. Koordináták. Echo. Négy. Elpusztítás. Echo. Négy. Érkeztünk. Tüzetnyi. Attention to the map. We've captured most of the strategic zones. Polaj! Tényleg nagyobb a zaj! Nem. Aaaaaj, miért mi ketté? Segbe lőttek. Segbe. Valószínűleg a túlpartot. Ki nagyon a szélén. Hú, de még mennyire a szélén van. Mi? Hogy lőtt el az ágyumat? Ohohoho! Apukám! Na jó vagyunk. A géppuska elvitte. Jajajaj! Ha! Hogy lecsütsent? Ez egy izé, egy object, 268, mi volt az? Ú, de kinéztünk rá, gyerekek. Srác itt nagyon nézelődik. Nem tudom, hogy látjátok-e mondjuk tőlem pont. Hát én nem akarok rád kimenni, nehogy azt hívja egy másodpercig sem.
Micsoda? Ujjjjjj! Háj, szia! Megyek is tovább. Áh! Ne! Bánta bácsi! Basszus, nem töltöttük volna be. Basszus, el akartam még szökni előle, de nem sikerült. Kár érte, kiváló ügynök volt. Na. Megpróbálják egy helizést, egy rakétázós helizést. Menjünk egy ilyet. Pont csak közelebb. Ilyet vagy vadászgép ott bent van. Micsoda? Igen? Hát ez baj. Ja, itt kering fönn. Az még él, Jiren. Helikoptereket keresi. De most megy haza, elmentek már 8 kilométerre. Csövelünk. Na, baj, akkor ő meg. Hátad mögött. Nincs csöve, nincs zárváza. Na jó. Maradt a helikopterezés, nekem is. Kittek. Tudtok valamit jelölni, vagy nem? Nem, én most álltam be B-re. Jó. Ott egy tank, azt látod? Nem tudom. Aztán ott pingel. Egyelőre nem. Hát, meghaltuk. Igen, gondoltam. Strella. Jajajaj, előtték a farkamat! Hm? Nem. Nem érek be ennyi idő alatt, meg hát itt olyan légvédelmek vannak, nem szeretem ezt. Távolsági rakétát kellett volna hozni. Hozom... Ja, még nem T-92, vagy T-72-vel vissza tudok jönni. Túlságosan előre szaladtam már. Nem tudnék csak egy nemzetet húzni, jó néha a változatosság. Igaz, így még messzebb van a top tier, de így azokat a járvöket is kiismerem, amikkel lejátszok. Amúgy ez amúgy egy tök jó hozzáállás. Én is így vagyok vele. Én is igazából... Most az olaszokat csinálom, az amerikaiakból igazából nem sok minden hiányzik, úgyhogy az már csak ilyen, ott ugye top tierezni lehet. De még ott is hiányzik pár tank. Még a repülőket kéne, még ott még van egy ág a repülős ágból, ami még nincs a túl jó állapotban. Hát meg mindig jó váltogatni. Igen, amúgy, de jó. Ez tényleg így van. Ott van egy ház mellett sztár fönt. Valami meglőtt, de nem tudom, hogy honnan pontosan. Bradley. Megvan a Bradley. Legalább kiszedtem. Nincs gáz. Ez jó tréd. Kiesett a tornya neki is. Jó, kezdel a prezsire. Mire vigyázz, itt jobbra is van valaki. Nincsen toronygyűrűm. Ja. Az baj. Itt megy el pont beletted, láttad? Szóval én is több nemzetet sem igazából. Svéd tankokat is el kéne kezdenem. Igazából több nemzet is, nincs olyan nemzet, amire azt mondom, hogy egyáltalán nem tetszik és nem húznám, szóval csak olyan van, amivel nem sokat játszok. De tekintve, hogy a magyarok bejöttek az olaszokhoz, nyilván így az olasz amúgy nagy prioritást élvez. De ott is főképp ugye az az ág, ami csak az olasz tankból csak ami szükséges, az kell. Teket honnan szedtek ki? Hát oldalról. Balra mögötted volt? Mellettem volt, ahol az előbb meghaltál, de ott három tank jött. Jó, igen, meghaltam közben, egy M60-as kiszedett közben. Szúúúúú, csak M60. Nem baj, jövök vissza. Benéztem, elpofáztam ott ezért. Ja, meg a franciák, jaj, hát az AMX-eket imádom, de hát arra nem volt még időm, úgyhogy franciázni még nem tudtam. Itt amennyit szeretnék.
Hogy haladunk ott az M60 és társainak is kiszedésére? Na. Elég minden. Gyönyörűen mutatta a haspáncélját, nagyon szép volt. Na gyerünk, Jiren, spotolj valamit. Hoppá. Légy szíves, ezt a az oldalát vigyük át. Honnan kapta Jiren? Jelöl, 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 jelöl! Itt van előttem. Jó, krites, krites, nem fog tudni lőni, nem tud fogni lőni, zárvász, töltőkezelő. Intézem, ilyes, javíts, ilyes javíts. Háromban volt a pontunk. Azt hittem, hogy ez jobban át fog menni. Ilyes három bent a ponton? A pontnál volt, igen. Nem tudtam előni az ágyúját. Jó, megvan az ilyes három. Van még itt valami. Az IS-3 nem adott? Ja, jó, már foglaljuk B-t. Na, ja, most ez meg, meghalt minden. Ott ment fönt valami a házaknál. Megvan. Amit ott fönt jelölgetnek. Ott van egy rakétás. Ezt honnan kaptam? Engem is megtalált egy rakettás. Az az M901-es lesz. A kettő van belőle amúgy most jelenleg. Köszönöm szépen közben. Az M901-nek nincsen az a rakéta kilévője. Ja, vágom, ott van. UH-1B. Az meghalt. Heli. Bazzeg, mi küldte azt még? Jaj, ott van még egy. Bazzeg. Ott van még egy, ha egy B nekem is. Mindegy. Mindegy, nem olyan rossz ez a csata talán. 24-ben lesz ez story game? Nem, annyi, az biztos nem lesz, bár nekem, én nem bírok annyit gyalogolni, nem? Nem. De story game biztos, hogy lesz amúgy valami majd, majd meglátjuk. Meg hát az avatar még, az meg kéne fejezni. Ratatatatatata. Második lettem. Jiren lett az első, micsoda? Nem baj. Tudni, hogy Jiren nektek megvan. Megvan a Beigli Panzer 57. A tovos rakéta az jobb, mint az alap, vagy... Jobb. Tudod, az, jobb. Amit ki lehet fejleszteni, az jobb. Oké, okay, akkor az. Meg lett ez a top 3-as küldetés, nagyszerű. Legalább kapunk még egy... Oh, fokozó! Na, még jobb csatákat fogunk még menni a mai streamben. Ezeknek a fokozóknak azért örülök. Jó. Fokozza a hangulatot. Így van. A lőszert melyiket használjátok hozzá? A híteset vagy az APT? AP. AP, oké. AP megézi a fuse lőszer pár darab. Aha. A repülők ellen, ja. Bartenderom, hogy mindig úgy tudtok a legtöbb XP-t szerezni,
mert el tudtok a leggyorsabban fejlődni, hogyha az adott tank előtti tankkal fejlesztitek a tankot. Mert annak van mindig boostja még extraként a következő gépezetre, meg hát nyilván a prémium járművek. Az eleje a játéknak nehéz, de hogyha már részt tudsz venni egy nyári per téli eventen, úgy utána el tudsz adni járművet, abból már tudsz magadnak venni akár ingyen is prémiumot. Az a szenvedősebb út, de hogyha az ember játszik már egy játékkal heti szinten hosszú órákat, akkor ha... Mondjuk 6 euró, 7 nap prémium felhasználóra az nem olyan... Én nem gondolnám azt, hogy a legtöbb ember azért csak elmegy egy moziba, egy másfél órás filmre, ahova most már simán otthagysz egy főre 4000 forintot, hogyha veszel magadnak valami kis nasit is. Abból a pénzből veszel egy hónap prémiumot. Hát igen, amúgy, de nem akartam, lehet, hogy mondjuk mit tudom én, egy kisebb városban, egy kisebb mozi nem kerül olyan sokba, de hogy egy mozi árából egy hónapig prémiumval játszani, ugyan kérlek, most mit kell? És nem is kell hozzá akkor prémium utam. Így van. Szóval így dupla XP-t kapsz. Ja. Emberek azt hiszik, a free-to-play sokszor azt jelenti, hogy nem tudom. Az a baj, ha tényleg teljesen nem lehetne benne költeni pénzt, akkor nem tudnák támogatni a fejlesztést. Igen, tehát nincs. Kerül minden. Nem csak erre akartam kifuttatni most ezt, hanem hogy nem ördögtől való ez a történet. Jaj! És én fel, hogyha szeretek egy játékot, akkor ezzel támogatom, azt ennyi. Hát meg ebbe tölteszel egy csomó időt, tehát most így nagy kaland. Hát igen. Ujjjj. Begri, küldjed neki! Nehogy tunks. Meghalt a tunks. Ja, megint földobok? Hogyne. Persze. Tunks húzza bét. Még a fő utcán volt egy márkava is. Tudom, azt telibe lőttem, azt mondta, hogy nop. És meg hátra javítani. Ja, oké. Basszus, ne! Ennyi ne! Erigyi, ne hallod? Na. Hess picsába, na. Úgy se látsz, amit nem látsz, az nincs ott. Itt van bent, valaki jöjjön már segíteni! Messze vagy tőlem, ne haragudj! Basszus, el kellett volna kanyarodon azt elmenni, csak félek, hogy kívül. De más ölt meg, nem is ő! Kengurúval alfa sárkány bencs, olyan nem lesz, köszi. Hát valaki csinál. Nem. Állj, én arra látom most. Aszta. Meg jó, hogy mindenhonnan kapom. Ez nagyon közel volt itt. Hát ez így csúnya lesz. Már spawnunkon vannak. Ja, itt van a koldan. A Ruiketnek lőttem egy csövet. Ez baj. Ja, sokan vannak itt balra, úgyhogy őket kell elkapni. Hát ezek most átmentek rajtunk. Hozom ezt a polt. Töttem onnan. Ott van még egy ház. Találat lett csak. Mikál szívesz a kögémet a sok kép. Köszi. Hát ilyen nincsen. Egy fél órája csak az árvázamot javítom. Ugye ez már három között át tud lőni. Ez
Silas. Ah, 140, 3,000 meters. Attention to the map. Ez meghalt? Meg. Szomé vagyok, itt megy a nagy bekerítő adművelet, ezt megvan dobja. Ott baj van, onnan lőnek. Hát a... Az igen. Na itt vannak C-n. Na biztosan megyek fölösleges ma. Hát ez lőni valamit. Gyenge kör volt. Hát itt most ledaráltak minket pippa. Most mi lesz, kis csillag? Gyere, játsszunk! No! Nem tudom kilőni! Gyere, táncolj velem! Rögj meg sima repesszel! Ahú, ebben is megsérültem, haló. Meghalt. Jön egy repülő. Igen, sajnos. Á, nem téged akar. Szerintem Gyurent akarja. Ja, én most adtam egyet. Az ott meghalt? De mibe akadok meg, haló? Ott egy tank valahol. Gyerünk meg, még valakit meg kell ölni! Jaj! De hogy jöttem meg? Rögtön jobbra, szák. Itt van rögtön. Hannibal, mindenhol vannak. Vágod? Mindenhol vannak. A helikopter... Nem, hogy tudtam volna? Tudod, milyen lassan fordul ez nekem? Te nem magyarázza, megöltem valakit. Istenem. A gépágyúval le tudtad volna lőni. Épp egy másikat céloztam, meg volt ott egy másik nyitott tank is, meg... Spar Vivero. 30 ezer, az jó. Hát... Benyomtuk a boostert, ugyebár. Mentünk egy jót. Jó, nyomok még egy boostert, biztos, ami biztos. Mit szóltok hozzá? Csak, hogy élvezzétek. Na, szóval ez a free-to-play-s dolga, nem tudom, mit akartam mondani. Itt az a csata elején, de mindegy. Úristen, ez a pálya még létezik? De ez valami de nagyon létezik. Nagy map, nem? Nem á, olyan nagy map. Pálya. Hova akartok menni? 10-3-ban? Tönkre. Ide, izé, tóba. A tóba? A mulatóba? Megyünk C-re, gyere. Amúgy ez az M109G tök jó kis tank. Csak többet kéne vele játszanom, és akkor... Hogy fixáltam 60-ra az FPS-en? Beállítottam a monitoromat 60-ra, mert amúgy a 144 Hz-es monitor, ugye nekem az egy streames gép setup miatt kell ez. És bekapcsoltam a V-szinket a játékban. Ennyi. Ami a vertikális szinkronizáció, és akkor 60. Amúgy, ha kikapcsolnám, lenne több FPS-en biztosan. Csak szerintem a stream lag volna. Nem, ez újra kell indítani a játékot. Szerintem ez a beállításhoz.
Játék újraindítást igényli, aha. Szabad. Ha! Oh, ebben van ez a csontváz alagú, de jó! Tolján nyugodtan. Hát, azon vagyok. Megálltam tankolni. Elég lassú. Ilyen hamar. Egyszer szendvicset hozzám van egy. Jó? Ja, van ízé, egy kolbászos szendvicset én is bedurrantanék. Isten 13, új, de utálom én azt. Ja, de utálom én a több pontot kapsz, ha megölsz valakit. Igen, csak próbálj már megölni ezzel a retek ágyúval valamit. Miért az? Mivel jöttél? Tankra. Ja, hogy az az ó, izével, hát azt nem tudom, hogy az mennyire OP. Mi nem hozol németeket te is? 290! A... Itt egy heli, nézd csak, ott megy fel. Hop, hop, hop. Szedd le. Szedd le te. Nekem... Nem látok. Van ott a KPZ, majd az intézkedik meg a kuba. Hihihi! Ki a Tobi? De menjél! Csillagom? Csillagom, indulj el, légy szíves! Jó, köszönöm. Tudd meg! Hát de, nézd meg! Helikopterezik itt nekem. Ezt elállja a felvezető utat. Messze. Remélem, fölérünk, az kapjuk a pokont. Ezt kezdhetjük előre az egészet. Nem. Ez nem így van ám. Hopp, a KPZ-t már kapta. Mindjárt, figyelj. Kapott egy nyakas. Hopp, hopp. Hopp, na. Még egy nyakas. Az, na, az menjél Stark, menjél. Várjál, látnom kell, hogy honnan jön itt az áldás. Itt a kumás fotóni. Várjál. Hopp, honnan a fendről szoktak amúgy. Wow, hoppá. STRV, 121 kikapva. Ott van jobbra. Óvatosan. Persze, hogy kilőtte egyből a lövészemet, hogy véletlen se tudjon meg. Javítanod kell? Kell. Most én úgy befoglalok, hogy nézzétek csak. Na hogy? És mindjárt röpül a tornyát. Ja. Nem, én beszmókoltam. Most még én hagyom. Az semmi nem volt. Az lepattant róla, mint a... Lepattant? Aha. Jövök én akkor. Figyelj, odaragasztom. Hát se ütöm alulról se. Őt neked hagyom. Ba. Jó. Hát ez gatya. Nincs macim. Egy órán. Megvan, a BMP megvan. Mi volt a más? Nem tudom, mert szemből is lőttek. Ott bal fentről lőnek. Itt a sinen, itt van egy, vigyázzatok. Megy tovább egyenesen. Gyűrönt ott felétek fel. Na de az már egyedül van ott fönt. Jövök ugyanezzel. A sinen megy lent valaki, vagy micsoda? Igen, ketten is. Markova. Az baj. Igen, de van még egy mögöttem. Azt hittem egy vonat. Hát az megáll. Lent a vízből csobogtak páran. Meghalt a merkba van. Haha, szia! Hát ez baj! 1600. Hú, ez jó ötlet. Hűjétek. Ez az.
ez sem úgy sikerült, mint terveztem. Menj, 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 szedd a lábad! Szedjed, 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 rúg meg, csin meg, ha... gyerünk, jó, nagyon jó. Most várunk. Az a két longshot az tök jó volt. Pont itt lehetett látni a vízből, hogy úszkálnak a srácok. Jó sokáig szemeztünk, megkapta a lehetőséget, hogy lőjön egyet. Valószínűleg nem volt még meg a lézeres távmérője, és simán kellett rámérni egyet a gyereknek. Vagy rám. A tánál is volt fönt valaki. A Tom lesz ma, hát az, az nem, nem kell tervezni. Az magától jön, úgyhogy azzal nem számolunk, hogyha jön, akkor jön. Legutóbb úgy is volt, úgyhogy most egy darabig nem vágyok. Amúgy ma volt egy olyan csatánk, ahol ha még egy picit túléltem volna, egy-két kill meg lett volna, de, de nem lett meg sajna, úgyhogy ez van, de hát. Le lehet menni a hegyről? Óvatosan, de le? Hát ez nem biztos óvatos lesz. Jó, mert amúgy B-t mi tök jól belátjuk innen. Ők is ilyen jól rálátnak a B pontra. Másik oldalára látnak inkább. Atya úristen, hogy kiszakadtam úgy egy darab a tank jobb oldalából itt. És komoly. Honnan lőtt ki az objektív? A víz, vízben mozog. Mint egy delfin. Mi lehet ringet rakni? Ilyet? Ez Target for Squadron, és ezt csak a Squadron társak látják, akik zöldek a csatában. De ugye neked is hasznos, hogyha például olyan helyre teszed, ahol a légvédelmet akarsz küldeni, vagy mi az, a légicsapást akarsz küldeni. Vannak még egyáltalán? Vagy hol, merre járnak ezek? Vannak még... Én repülőket látok bőven. Jézusom! Sose ment ez a tank ilyen gyorsan, te! Ugye fölrobban. Túlpörgetjük itt a... Ah! Motort. Na de megy ez. Hát ott vonat vagyok. Cip. Az objekt lesz, gondolom. Barnát? Jaja. Ajajajajajajajaj. Erről valóban kaptam. Kiszedted legalább, lol. Ki? Én ne szedtem volna ki. Én. Hát ez mit keresett itt? Ő. Oh, oké. Okay. Megtalált az objekt. Ugye jön cápali. Cápat és cápali? Aha. Jaj. Tent volt itt, azt nem is hallottam. Hát ezt nem hiszem el. Egészség. Köszönöm.
nincs ágyúcsöve. Legább kiszedtük! Nem baj, úgyis vége a csatának. Elnézést, fújok egy nózit, mert itten tűszögni fogok. Jaj, na. Haladgatunk. Hol tartunk fejlesztésnél? Na már ennek már több mint a fele megvan. Kétharmada. Kint szálltok legények. Van még egy fokozóm. Úgyhogy ez is up tier lesz. Gyerünk. Egy jó pályát adnék amúgy. Jó lenne. Egy könt, mondjuk. Az a városos pálya, nem? Uh-huh. Aj, az jó, azt én szeretem. Elég sok nagy pályát ad már be itt sajnos. És így, hogyha fel is dob és nincs termálunk, így azért az nagy hátrány. Lehetne rosszabb, én úgy gondolom. Ez piciben még egészre. A saját BR, saját BR, hát teljesen jó. I'm so happy! Város? Yes, yes, go to the city. Irány a harc! Készüljetek! A vezető készen áll! Bocsánat, abba hagytam. Annyira lelkes benne a csávó, hogy egyszerűen valami zseniális. Jött a kára? Jött a kára! Az a kérdés, jössz-e te ára? Én megyek ára. Jó. Arra megyek, úgyhogy az jó lesz. Hát nekem nem is kéne annyira előre menjen. Megyek tátok majd. Na mivel vagy? Ja, beindulál. Ja, kicsit sneakelősre vedd a figurát, az jó lesz az. Ez ott ketten vannak, aha. Megállni! Annyira senki nem jött tőlük ide? Ez komoly? Ne, van még itt egy tank. Ez oké. Okay. Jaj. Ezt intézzétek. Intézz be Eglike. Meghalt? Nem. Délőttem, de nem merek kinézni már. Ott ide néz. Megvan. El volt lőve a csöve, te. Köszöntem szépen. Igen? Aha. Vettem neki rakétát, meg nem mertem ránézni. De hát miért? Akkor én is átfér. Béné. Györöm. Jó, mindjárt fordulok. Megyek vére én is. Hú. Balra aztán. Ott van egy fönt is. Jó,
nem lő vissza. Nem is megy sehova. Lehet, hogy tud meglőni. Szerelek egyet. Jó, nincs ágyúja. Jövök. Ott van. Jó, most már nem fog lőni, jó. Nagyon szép, nagyon szép. Megdöglött. De vigyázz, itt balra lejött egy. Hallottam, hallottam. Ja, ide néz. Ketten is vannak, ne néz ki. Ketten vannak. I see. Mi van a gyűröm? Semmi. Elment az egyik, ha jól látom. Ott szalad valami. Nem tudom, az egyiket elintéztem parancsnok nézetből. Az a másik viszont kilőtt a T-55. Nem baj. Egyet kinyíltam. Kellett vállalni. Jó, nem baj. Megy egy T-55, ahol voltam még oda. Túlparton. Nagyon sokan vannak ott. Hol? A túlparton? Vagy hol? Aha. És szerintem onnan akarják lőni, az pont. Jó, megyek C-re akkor át. Nem akarom hagyni. Tudjátok jó, előre, csak per kb. Hol? Tudsz egy... Kéne egy... Ja, jó, azt kilövjük, reméljük most már. Ebbe kb. Végig tudok menni. Fél, meghalt. Gyorsabban! Most be van fagyva, ugye a tó? Be van, igen, be. Át tudsz jönni. Ah, úgy van. Viszont a rakétás havarunkat nem találom sehol. Önjáró légvédelmi egység. 12 óránál. Hatótávolság. 1700. Tűz! Az meghalt. Rakos bele! Kettő légvédelem van a spawnjukon. Egyik meg is talált. Önjáró légvédelmi egység. Jó, az megvan. 12 órára áll. Hatótávolság. Au. Jó, nem tudtak megölni. De itt maradtam. Azt a mindenit, hogy néz ki a tank! Srácok, jól vagyunk! Milyen beteg már! Ajajaj. Ezt a tankot nem tudod elpusztítani, fiam! Nem tudok róla valami jó képet tolni. Azt a de jó menni a jeget! Tök jó drift. Hát ez nagyon jó! Jövök én is. Figyeld már, Starky! Akkor nem. Jó volt. Tetszett, ja. Önjáró légvédelmi egység. 12 órára áll. Hatótávolság 950. Ott megy a légvédelem. Eltaláltak! Jajaj, menjünk le a jégre mi is! Nem jó. Nem jött össze. Megyek BTR-rel izére. Jégre. Ez jó buli lesz. Na, lássuk. És megnyerjük már ezt a csatát, nem? Ezt már meg... A hóban a BTR mennyire tapad amúgy? Egész jól meg. Meglendülünk. Hát a jeget nézik egy páran óvatosan azért. Úgy véled? Hát igen, engem az STRV meg valami rakétás vacak lőtt.
rakétás vacak. Megnézzük, mit tudok a jégen alkotni. Figyelj, gyorsul! Szia, Jiren! Azaz. Ne! Foglalják a hat. Szóval sikerült neki. Basszus, meghaltam! De milyen jó, hogy... Nagyon komoly volt, hogy ment. Lehet drifteni ezerre. Rohadt jó. Az baj, van fent légvédelmük, úgyhogy ezt nem akarom. Hadd foglalják, megyek oda megint a BTR-rel egyet. Kicsit zaklatni őket. Ott megy egy helikopter, ezt nem akarjátok elszedni? Oh. Vagy repülő? Ott abban az irányban van. Vagy nem, valamit repül. Az drón. Ja, drón. Akkor balra van valami. Én nem látok balra senkit. Csak hallom. Mit is hallom. Ja, ott van, ott van. Az micsoda? De hol az az ott? Pinken egy tank. Jelöltem. A-nál, A előtt áll. Majd de jó. Basszus! Azt hittem egy Object 685 lesz az. Azt hittem, hogy el tudok surranni. Nem sikerült. Már csak légvédelmem marad, gyerekek. Lehet kicsit komolyabban kellett volna venni ezt a végjátékot. Én meg a jégen szerelek. Igen. Nagy jön a heli. Jaja. Elindulni már nem egyszerű a jégen. Szegényke, ezekbe jön nem tudom hány légvédelem közé, mit gondol? Hát a tombé mindig ilyen az a fajta. Akkor mindegy, fiú. Majd legközelebb. Na, majd legközelebb. Maybe next time. Na jó ez a kombináció, hát ezt a pályát se csipázom annyira, bár vicces, hogy be van fagyva a jég és lehet rajta csúszkálni. Az lenne a legjobb, hogy ott lenne egy zóna. Micsoda? Megpróbál, mikor próbálta meg elérni Szabbi Discordon? Magyar fejlesztésű Cordosist, az nem tudom micsoda. Ja, játék! Jajaja, vágom. Azt hittem bartenderrel kapcsolatos. Menjünk. Hogy haladtok amúgy? XP azért jövöget, vagy nem nagyon? Szép lassan, de biztosan. 230 ezer még az Ariete AMV. Őszintén a bokrok érnek valamit? Hát figyelj, amúgy igen. Van az a BR, ahol jó még bokrozni. Sőt, még azt mondom, hogy talán itt is megérheti bokrozni. Mert... tud jó lenni. El tud rejteni. De főleg az a Sherman tigrises ére, ahol igazán megéri. A bokrozás. Hát akarod a gyenge pontot, azt nem fogják úgy megtalálni. Így van, egyrészt a gyenge pontokat, haspáncélokat el lehet rejteni vele. Meg van ahol az egész tankot konkrétan nagyon-nagyon sokat tudsz szemni. Nyilván mondjuk például egy ilyen pályán nem számítana, de az előző pálya nyári verzióban simán játszik bokorral. Hát legutóbb én is az IS-3-ba bebújtam a bokorba. És rajtam nem volt bokor, de kvázi ott is ugye álcázó voltam, még a bokor is lett volna, még növelte volna az esélyt, hogy kevésbé vegyenek észre. Lehet bokrok tenni a tankra, így van, de viszont azt venni kell, vagy aranysasért, vagy pedig Battle Pass-be tudsz venni olyan ládát, tudsz szerezni olyat ingyen, hogyha küldetéseket csinálsz,
amiből random bokrot tudsz nyitni, és egy bokrot nem lehet többször kinyitni, mert ha megvan egy bokor, azt utána az összes tankodra rá tudod tenni. Bocsi, Jiren. Semmi. Megijedtem, de kilőttem. Mennyi, ha akarsz? Elengednek. Szabad vagy? Hol oldalt is van valaki? Haj, bazzik, de megijedtem attól. Sokan csörögnek, zörögnek. Kettő a négy még mindig lő val. Azt honnan kaptad? Szemből? Nem, segből. Mi a? Segből? Ja, segből ülnek van. Azt a tényleg. Jó, nem csak segből. Ó, de jó. Nem, nem, nem. Én nem vagyok itt. Nem. Nincs itt. Fussá, nem vagyok. Fussá. Nem, 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 nem. Ó, hogy az Isten. Na, hova lettek? Amúgy start, te mit csinálsz ott? Átszaladókat akarnám lőni, csak az előbb ketten is jöttek, és nem ott jöttek ki, ahol én gondoltam. Mi azt akartunk meg amúgy? Nem mondják a többiek, de én kimondom. Nem voltál ott segíteni. Hey. Basszus, meghaltam. Valami elszettem, hogy ott leszünk a bokorban, csúnya volt. Ott láttam, hogy ketten elszaladtak az előbb, csak gondoltam, hogy a ház oldalán látni fogom őket, hát nem láttam annyira. Azt vártam. Egy másik háznál mentem el, és ott tök máshol tudtam kiukadni, és akkor így pont elkerültem az enemit. Kell segítség, Kariba? Igen, előttem a csövét. És hol van? Láttátok a csetet? Itt a fűbe, itt a ház mögött. Valakinek közölték, hogy remélem majd Ákos leszel. Istenem. Nincsen zárva ez a nyugi. Lője nyugodtan. Tudom, hanibad. De nincs csöve, ne sincsen ki. Csöve sincsen, és még nem lőtted ki. Lőj, még lőd le a láncát is, meg a motorját, és hagyjátok ott szenvedni. Csak segbe lőtt valaki. Úristen, ma meg is segbe. Igen. Gyere, már honnan el. Hannibál csak így lövögetik poppolóba, érted? Igen, poppolóba szereti most Hannibál, úgy néz ki. Nincs is itt senki, te már megint képzelőd. Honnan ölték meg Hannibált? Nem, nem ölték meg. Csak segbe lőtte, kigyújtott. Nézd meg. Valaki. Képzelődik csak a gyerek, ne higgyél neki. Jó. Júj, júj! Oké. Az lőtt csekbe. Bajba vagyok, itt mellettem lesz egy tank mindjárt itt jobbra. Nincs zárva az a. Jajó. Csak volt, ott az megkukkant. Jajaj, ott van még valaki. Túrd meg. Küldjet, küldjet Hannibál, ez az. Nincs csöve neki. Mutasd meg neki, hogy ki az asszony a háznál. Ki hordjagatját, mutasd meg. Kifagytam, skera van. Itt valaki segít. Jaj, szia, Jiren, köszönöm. Lőjétek már ki, ott vannak többen is. Oké, az meghalt. Van még ott? Van hát. Igen, ott van, az még él. Él hát, mindenre van annak. Jiren, ne lőd, már nem látom. Hát mit kell ott lőni? Ott van. Nincs ja, látom, látom, neki, látom. Most nem látom, látom. Jiren, bazzeg, itten tolja neki, mint a kötelező lenne. Úr, meg meghalt? Nem, még mindig él. Igen, hát, pusztítsd, pusztítsd! Meghaltam. Nem bírom. Jött valami kocsi, megölt. Ott lesz az is. Megölt. Én is, most lehet bejövök. Én is jövök kutyogtatóval, várjatok. BT-re befutunk. Jó, mehetünk, mehetünk, adom. B-re? Várja, B a miénk. B mellé, B és A közé kéne, arra vannak amúgy. Menjünk A-ra. A-ra? Jó, megkerüljük, aztán
megpukpoktatjuk. Jó. De merre akarsz menni? Hát a, úgy, hogy ne találjon el. A töltés túloldalán akarsz menni? Jó. Jó. Ők is ott vannak. Megkúpoljuk, akkor ezen az oldalt valami. Megfordulok. Ez az. Gyere, megkúpolunk mindenkit, gyere. Ez ugye kapja a lövést. Figyelj, ott jön egy helikopter. Ja, heli is jön. Ott vannak ketten, srácok. Meghalt a heli. Igen. Igen, ketten. Menjünk csak arra, amit Hannibal kapinkelt. Trekje van. Trekje van ott. Ránézek. Trekkes van. Jelöld megint, de most tök máshova. Ott van, jelölöm. Van. Megköpöttem. Lőd a csövét, lőd a csövét! Mindjárt el van neki lőve! El van lőve, menjünk, szedjük szét. Szedjük szét. El van neki lőve! Most... A trekkét is lőd le. Mit kell vele csinálni, hogy kilőtt. Úgy, jó. Meg kell bosszulni. Az a baj, hogy a géppuskája neki erős, nem? Erős rá. Lőd le a géppuskát róla. Tizi-tizi-s. Füstölök! Füstölök! Spotoltam! Meghaltam. Nagyot mentünk, Tobikám. Hát nagyot. A ZTZ-t is hátulról kellett volna elkapnod. Miért mentél neki szemből, mi? Hát mert nem láttam, hogy Istenem. Jött. Istenem. Ezek kifogások, Tobikám, kifogások. Mi ez? Ez valaki valami új fejlesztésű? Azt mondja, nehéz valaki harckocsi? Lő. Na ne. Hát akkor szólj, ha varázsolna. Lol. Hoppá. 2 kilométerre jön valami. Na, ne bánts már, légy szíves. Le, elhagytál valamit. Azt szerintem belőled esett ki. Belőled esett már ki. Na jó. Jövök egy repülővel, most így lesznek vágva. Képzelem, meddig fog tartani a Hannibal. Hát én is. Elértük a fél tizet. Volt az előbb Estrella-juk, ha szólok. Akkor az jó lesz. De meghalt Mr. Ágyú nélküli amúgy, úgyhogy jók vagyunk. Tényleg? Győztünk! Meghalt, a szétezés meghalt. Szétezés meghalt. Így van, itt halt, itt halt, kilőttük. Pitty-putty, dír-dúr. Foglalják C-t, jelentem. Foglaljuk át, jelentem. Mi történt? Ott ott egy tank a sarokba, csak egy nózumba kilőttem. Mire célzok, meg ránézek, sokkal egyszerűbb volt így megölni most. Jelentem, itt van C-n valaki. Hát menj azt, kapd el a... Rabancert. Itt egy helikopter leszállva a C-n. Ezt nem mondod komolyan. Csak a hullája van. De nem azzal foglal. Úristen, mennyi hulla van itt a jó ég. Valamelyik nem él? Adhatna egy csicskét. A Estrella. Igen, a Estrella foglal. A Estrella. Ja. Ott volt a pinged, ahol mindig valaki B-t is tudza. Megyek, jövök B-re én is. Hol a Estrella? Itt van mellettem egy Abrams féleség, variáns. Itt volt valahol. Itt volt mögötted, mondom, Abrams. Tudom, hallottam, azért jöttem erre, mert engem követett. Nincs mit. Nincs mit. Szívesen, tudod. Jaj. Eltévedt, csak hazaküldtem. Én voltam a csali. Tobi, mivel harcolsz? Relálom. Csak fát. Hallottam a hangját. De, Tobi, nem kell építeni, jó? Ez nem az a játék. Hallom, hogy itt van. De azt rá nem tud téged bántani. Hát, de én igen őt. És bujkál előle, tudod? Keresem, várjál.
Négy ember kell egy Strella megkeresési ezt beszarok. Hagyjátok, hagyj Tobi ölje meg! Lesz. Neki kell kinyírnia. Hol vagy te bána? Húká valahol. Repül egy helikopter, de... Új, új. Ez így színe. Én elbújok. Igen, én is. B, a helikopter nem repül. Azt mondja, na, várjál. Repül a helikopter, de nem repülő. Az helikopter. Akkor helikopter, na. Jók vagyunk itt, ugye, Jire? Kivágjuk, kivárjuk a vihar végét. Na, már lefoszkodt a házat. Ezt látom, hátrébb tudsz jönni. Pont meghallottam a Strellát, aztán jött a rakéta, hogy íh! Nem viszlát. Te vagy a lovag, aki azt mondja, né? Ja. Yeah. Késő volt. Második. Pff. Ezt a megalázást. Jaj. Na menjünk még egyet. Gyerünk. Hogy áll a legjobb osztag fogadás? Úristen, már csak egy kéne és maximális lesz. Vágjátok? Ti is benyomtátok? Nekem már maximále. Maximále? Na várjál. Ha már a 9-es ki van pipálva, akkor... Akkor azt megkapod. Akkor már 200 ezeret fixen megkapom, most a 250 ezeret rádúranunk. Na, rássuk, srácok, jó? Szépen együtt megyünk. Fogjuk egymás kezét, mint egy jó iskolai kiránduláson. Azt hittem, legyen ön is milliómos. Mert? Hát jöjjön a 10. utolsó kérdés. Na, mehetünk is C-re. Mindig nagy a buli. Mit akarok? Automatikus. Ez a 10-3? Jaj, nem. Jól lesz a buli. Több XP-t kapsz. Ez, igen, ez. Igen. Itt nem kell legalább, világos van, nem süt a szemedbe a nap, látni fogod, C-re kijössz, látni fogod, nem kell termál, semmi, jó lesz ez, hullos, easy win. A vezető már most készen áll, a tüzér is készen áll, Tobi, te is készen állsz, érted? Ennyi. Hoztam, megvan a sivatagi skin rá, bár a lőszeres motyókat nem sikerült lefesteni, de ettől függetlenül jól néz ki. Nem hiszem, hogy a magyar T-72-k voltak valaha is bevetve. Sivatagba, de... De. Voltak? Hol? Meg azt tudom, amúgy ajándékoztunk valami déli országnak is. Azok sivatagba mentek. Igen? Tényleg? Kinek ajándékoztunk? Vagy 70 darabot, vagy mennyit, azt hiszem. Jaj, nem teszem. Mennyit? Irak, Irán, valami ilyesminek. 70 darab. Azt hiszem, valami ilyen nagyobb számot ajándékoztunk. Sose volt annyi nekünk. De, volt sok. Hát első... Alkalommal már 30 vagy 31-et kaptunk. Ez nem egy tisztázott információ állítólag. Aztán utána még a 78-ba kaptuk az elsőket, de utána sokszor kaptunk apró módosítással T-72-köt, aztán ajándékoztuk mi is el őket. Nekem valami 70 darab rémlik, de majd meg kell nézni. Nagyon sok érdekes cikk van ezzel kapcsolatban, úgyhogy lehet az interneten olvasgatni. Szia, Daniel! Szia! Elöböldözz már! Áú! Ezt kocsánk egyet? Jön egy lapos tetű. Ups! Zsiben úgy eltűntél, hogy nagyon. Hát igen, azért fáj. De ne már! Léci! Ne csináld ezt! Jó, de legalább kilőtte. Majd még rálőtt egyet. Mert tovább tudunk szökni? Hát ha hátul látok egy gyorsan. Tankot. Na, majd mehetünk, ja. Nem sokan vannak itt amúgy.
Bénél vannak többen. Ez szinte biztos. De honnan tudta a csávókám, hogy én itt jövök? De az honnan lő? Ja. Ott van föl. Ott van föl. Ott. Földerítettem. Jó. Valószínűleg látta, vagy fel volt eszpotolva. Ja. Lehet. Megvan. Jaj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 
Ott is ott van egy. Nem vagyok ott. El van lőve az ágyúcsövem, úgyhogy... ki van itt mögöttem? Ez te vagy, Hannibal? Vissza kéne jönnöd segíteni. Lesz itt egy tank. Ja, láttam, ott kinézett. Mögöttünk is van egy amúgy. Jó, spotolgasd őket, ha tudod. Viszik el. Ott van. Ja, ott van, látod? Nem látom. Hogy ez itt mögöttünk. Jajjá, arról mondtam. Az baj, ez nagyon csúnya volt, nem tudtam előni a haspánciát. Megölted? Megdöblött. Na, helyes. Bazzik, nem tudtam előni. C-t foglalják, Ciri, vissza kell menni, van bent egy tank. Annak kellett volna amúgy segítenem első körben, mindegy most már, azt elcsesztem. Hány izénk van kitüntetésünk? Egy kitüntetésünk van, srácok, szedjük össze magunkat. Összesen 238-72 volt a magyar hadseregnek egészen 2004-ig, amikor jó részét eladtuk, a 30-60 szolgálatban és 54 tartalékban. Ez még az is egy tetemes mennyiség, nem? Mármint, hogy úgy ahhoz képest, hogy nem egy mai darab. Bár figyelj! Ha szükség, meghalt. Agyúr. Jó. Volt. Ha kell, akkor inkább legyen, mint hogy nincsen semmink. Van repülő viszont, meg egy helikopter is. Igen, pont most fog kibombázni. Azt nagyon hirtelen pukkantál. Kaptak betyár. Ti a Jirennel gyűjtitek a kitüntetéseket amúgy? Túl messze vagyunk egymástól. Igen. Ja, hogy az a kis retek átlő az izé. A szirkult. De kaptam tőle. Jó, segítek. Most kaptunk kitüntetést. Jaj, látom. Jövök ide hozzátok. Remélem fel tudok itt baktatni. Jaha, Magyarországon összesen 77 hadseregből kivonti 72-es harckutat és 36 csapatszállító harcidőt adományozott Iraknak. Na, mondom, valami ilyesmire emlékeztem. Béni is vannak. Ez honnan jött? Ezt úgy hívják, hogy... Heli volt. Heli. De pont láttam egy tankot, mert ez mondjuk Rómán jött egy tépele.
neki ne szedjük a B-t is. Ha látom a tankot. Hoppári! Közel voltatok eléggé? Én nem kaptam semmit. Az én sem kaptam. Honnan kaptad, Tobi? Szemből kaptam. De bevonult a izéba. Ketten is vannak ott. Jajjajjaj. Megpróbálom leszedni a helit. Meghaltak ki engem kilőtt már. Elég. Ja. De B-nél elég sokan voltak. Hárman minimum. Ja, B-nél kettő. Jó, most nézem a csetet. Mert? Majd ti zaklatnak, he! Ja. Tüzérségi csapás ebben a szektorban. Haj, már meg! Itt egy tank előttem amúgy. Ki van közeledben? Jiren. Jiren, tudod nézni, hogyha itt kinéz? Mert nekem balra is van most valami. Uh-huh. Ott megy egy T-72-es. Gyere, Tobi, kapjuk szét. Motor meg ilyeneket lőttem csak neki. Valami átlő itt amúgy, szerintem a helikopter lesz az. Hol? Tudja a tököm. Ja, 2 kilométerre, velünk szembe. Meg fogok halni. Á, látom. De mi a tökömért? Mi ez? Megdöglött. Meg? Szuper. Nem baj, de megkaptuk. Jó, az megvan. Jaja. Na jó, jövök egy helivel én is. Itt van lenn nálam 2 tank. Az egyik halt. De már. Még mindig van egy izé. Mi van, nem az autós. Rakettás. Szeretem leugrani. Ez meghalt, jó, nice. Szét megint befoglalták. Igen. Egyébként itt C-hez. Jövök én is. Ott. Egy. Ott megy. Csak sofőrt meg lánc. Basszus, tudtam, hogy lesz valami mögöttem. Helikopter volt, az rohadjom. Ja nem. Ketten vannak a C-nél. Valami kis kocsi, valami kis szaros kocsi, akkor őt hallottam. Aha. Meg tudok dobni egy bombát. Szóltok hozzá. Kis propelleres magyar géppel. Hú, lesz ez. Egyébként milyen metódus alapján kapod a pontokat, kill, assist, stb. Után? Ahogy mondod, igazából az is számít, hogyha sebzel, nyilván az assist a sok pont, meg a kill, illetve a bázis foglalás az a legjobb. Ez a 3, kvázi. De az, hogy ezen belül pontosan mennyi pont jár érted, azt ugye attól függ, hogy mennyit foglalsz, nem tudom. Mit ölsz, tehát hogyha nagyobb szintű járműveket ölsz, mert plusz 1-es BR-ben vagy, akkor az is azért számít. C-nél majd tudtok nekem jelölni valamit? Engem most lőtt ki a kocsi. És van ott most valaki tőlünk? Ja. Most megyek C-re. Tobi, megyek én is C-re.
Jól lenne kidobnom valamit ezzel az egy bombával. Na, a kiskocsinak van előnye, mert az termálos. Hát jó, észreveszed anélkül is. Jó, de ő, neki elég, ha kidugja a kis rakétavetőt. Aha, ő a izénél volt, annál a hatalmas sárga dömpernél. Dömpernél, igen. De kidobom én mi az, bombával, mert akkor kapunk érte 2 kilométeren belül. Legjobb osztagos. Ó, hát nem fogok odaérni. Így is megkaptuk. Jó, megvan, jó. Akkor nem mondom, nem stresszelek. Kilőttek. Na, megvan a 250 ezer. Nice. Na, legyen egy gyors, közös játék. Mit szeretném? Mit vásároljak? Valamire rányomtam, értem. Milyen mapon játszunk? Melyik pályát szerettük volna? Jó lett volna téged? Köln. Vagy Köln, vagy tudok lehet egy másik pályát. Köln az hogy? Az annak mi a neve? Kologne. Cologne. Hát ilyen nincs. Mi az, hogy nincs? Hát olyan ez... nincs, hogy nincs. Advance to the Rhine, azt hiszem. Van egy másik pálya, amit szívesen játszanék esetleg. Normandia, nem. Az átkelés Rajnán az mi. De most nem azt a pályát szeretném, mert van egy másik pálya, amit még nem játszottunk, és az is tök jó. Nem, igen, egy gyártelepet is szeretem. Nem. Ez a ibériai kastély. Az utolsó előtti volt igazából. Hoztak elhagyás, akkor nyomunk ezen egy 9-3-as. Legutóbb volt 7-7, 9-3-as csatát. Lehet hozni igazából bármit, ami tank. És... csak annyi, hogy írjatok rám ingém, és akkor küldöm a meghívót. Realisztikus nappal tiszta. Legyen 15 perc. Úgyis az lesz, hogy a halálok száma fog majd befolyásoló tényező lenni. Titeket hívlak kapásból. Ez a Peti, ő majd ír, hogyha szeretne jönni. És csillen. Na lássuk. Ó, már egyből így látom, de jó. Húj, mondjuk ez nem feltétlenül lesz jó így. Oké, hogy volt? One up rád. Jó. Mindenkit meghívunk, és akkor lesz egy meccs. Nagyjából 2-3 percet várakozunk, jövjön Peti is, szupi. És akkor addig mindenki be tud lépni, el tudja nyitni a játékot. Nem olyan vészes ez így sem. Várok egy pár üzenetet, és akkor egyet fölgörgetek, és akkor tudom küldeni. De már 23-an meg vagyunk. Jaj, meg amúgy van egy pár ember, akit fönt írt. Őket is meghívjuk, itt az kész, úgyis valószínűleg. Szívesen jönnek, és akkor legalább ezt be tudjuk zárni. Opa. Ő megvan. Jó. Még egyszer meghívjuk. Jó, jönnek szépen a srácok. Jó. Ja. Így.
Jaj, hányan vagyunk? 42-en, szupi-szupi. Abbazador, Nokedli itt van. 9-3-at állítottam be, ugye? Akkor ez így jó is lesz. Nekem ez olyan lesz, mint a uptier lenne. Hát, figyelj, jó az! Nincs azzal a baj. Micsoda, mit kérdezi Ferenc? T mennyi? T72? M1. A Pünktlich. Story. Várjatok, hát ameddig most nem vagyunk tele, szerintem meg tudjuk telíteni, nem? Mennyien vagyunk? 44-en. Meg lehet ez? Egy 20 ember. Hát nem biztos, hogy lesz annyi, meglátjuk. Meglátjuk, nyomunk egy nagy csatát. Két és fél percre záróban van a 9-3-as legénységem. Nem baj, nem baj, nem baj, ezt meg tudjuk várni. Szerintem. Hozzak Stone Tigert. Amúgy hozhatod? Ilyen nagy létszámnál átcsapni a túloldalra amúgy vicces lehet. Ezt kipróbáljuk. Gonosz vagy. Kap még egyet. Nem tudom, hogy ezen a pályán át tudsz előni, de szerintem át tudsz shots per KB-ra lőni az enemy spawnra. Hát megnézed, milyen távol van a base, és általános elősz egyet, mert amúgy általánosan vannak a spawnok. Csak ugye a házak kérdés. Szerintem átmegy fölötte. Rakja már be egy olyan pályát. Amúgy vicces lenne, hogyha egyszer egy hatalmas ilyen tömbbe állnánk, és akkor belelőne valaki a közepébe. Engedélyeznod kéne ezt a 12.000 fontos bombát is, nem? Mindenki azt dobálná. Ja, hát biztos, hogy mindenki repülővel jönne egyből, jaja. Akkor meg csak légvédelemmel kéne leszpónolni, és akkor tudod így rommá lőni mindent. Van magyar hajó a játékban? Még nincs. Tudom már, igen, még nincs. Az lehet, hogy lesz. Bár a hajók elég lassan jönnek, bár folyamatosan kapjuk. Holnap helyett a jövő héten jön az új Battle Pass, nem tudom pontosan melyik napon. Melyik nap jön az új Battle Pass? Hét közepe? Most ezt nem néztem. Nagyjából, ja. Egész jónak ígérkezik amúgy. A tank is nekem tetszetős, sokkal jobban, mint amik mostanában voltak. Akkor a repülő egy IL-8, ami benne van, szerintem az is tök jó. És lesz egy hajó, ami olasz, és... Helyett francia. Francia? Nem olaszt mondtál? Franciát mondom. Francia. A baguette. Baguette. Ja, baguette-t mondtál tényleg. Na már fáradok, látszik. És az a lényeg, hogy az a hajó, az nem csónak lesz, hanem most már rendes hajót kap. Egy destroyert kapunk. Akkor csavadász, gyere, gyere, gyere. Portukil. Én tankra vagyok kíváncsi, mert dupla stabilizátoros lesz. Igen? Hú, tényleg. Mm-hmm. És ha mekkora lesz a BR-je? Az is ilyen rank 4-es, 6-3, 6-7. Azaz. Meglátjuk, hogy majd ott mit fog tudni. De az ilyen kis futrinka lesz, úgyhogy... Szerintem undi az olyan. Meglátjuk. 300-as APDS. APDS-e lesz? Mhm. Uh-huh. Valkár búdogáljuk. Jó. Ja. Na hát, 6 ember már csak összejön még. Hogyan kell nekem írni? Jobb lent itt van egy ilyen kis emberke ikon, és hogyha erre rákattintasz, akkor fel fog jönni ez a kapcsolatok opció. Beírod ide, hogy kis pityú helyett Stark Panzer, amit ugye fönt látsz, és jobb klikk és üzenetküldés. Ugye, csak nekem itt van fönt a nevem, ezt kell beírnod. Nem jön. Mi nem jön? Ben vagy. Mi? Ne, valaki írt, hogy nem jön. Csak ugye minden... Nem van, nem. A más tolvosok? Micsodát?
Na mit olvastál, Topikám? Oszd meg velünk is. Mit? Semmi. Nem értem, mi? Akkor jó. Aki benn van közben, az redizzen most már be, és akkor lassan elindítom. Jó. Csaninak, Atinak meg Born to Kill és Net lovag. Az amúgy egész jó név. Ja, persze, még van három helyünk. Még van. Na, csak meg leszünk 64-en. Az leszünk, hogy meg leszünk 64-en, akkor fognak még 8-an írni. Mindig ez szokott lenni. Még egy helyünk van, ki lesz az utolsó? Nem. Várjál. Még kettő. Nem, 62 vagyunk. Invi. Hát most két... Invito. Két pending request van. Leventét meghívtam. Már csak egy hely. Nem, már csak egy. És most írtak kapásból ketten. Tele vagyunk. Így van. Sorry, srácok. Ez a team mára, és akkor kacsavadás is Windows, hogyha beredizik, akkor mehetünk is. Windows. De Windows 98, már akkor várjunk Windows. Egy kicsit. Windows. Windows. Hát egy kicsit fonetikusan van írva, de a dupla WW meg volt, érted? A hosszút hiányolom a O, Windows, a végén. Az milyen jó lenne ma. De jó. Azt mondja, Reddit testvérek. Ja. Windows jó, meg jó a neve. Komoly. Na meg is vagyunk, be van redizve mindenki, ugye meg? Akkor mehetünk. Ibériai kastély. Kíváncsi leszek, hány ember hoz piszkavasat. Ja, hogy Pac-Man, hát ezt mond. Mi az, hogy Pac-Man? Jaj! Ott a Pac-Man. Istenem, én mindig elfelejtem ezt a Pac-Man-es baromságot, amit mondotok. Hát, hagyjad már. Pac-Man! Nem vágom én ezt a Pac-Man-es dolgot. Jaj, de sivatagival, gyere, haló! Automaticével most már. Már csak havas festés kell. Ez nem tudom, van egyáltalán. A vezető készen áll. A kövér készen áll. Ott az Object 435. Egy T64A, BMP-k. T54 nyami. KPZ-hetem, amit az jó. Én ezt szerettem. Nem mindegy, mivel az ember. Na de ködjél, légy szíves. Fogd vissza magad. Látom, a lentihez mentetek többen. Tényleg, ti melyik oldalon vagytok? Éjszakon vagy délen? Én a kékekkel vagyok. Na ne! Délen. Én is. Miért engem lőttök? Menjetek előre szépen! Mert Tobi! Basszus! Be akartam menni a izé mögé, de nem! No, Keddi, szégyeld magad! Nem jutottam be ott elég az végig. Majd úgyis el fogtok hullani. Mentek páran ide a izébe, barbe. Kastélyba is. Kapos bele! Vagy hát valami olyasmi, maradjunk annyi, hogy valami olyasmi. Oké. Kardosnak segítség kell szerintem. Na, de nem már! Itt nem tudok figyelni.
basszus kulcs. Ah, tudtam. Se baj! Petikém, ott voltál fönt. Csúnya, csúnya, gonosz Péter. Ott a Sturmtiger. Kapocs bele! Megindította, itt megy a Sturm 3. Szegény. Hajja, nagyon gyorsan halunk amúgy. Egyedül Hannibal, te vagy csak valami. Így van, így van. Hát a... Elégek, hogy itt látod, nyerünk. Hát igen, a kékek a legmenőbbek. Így van. Mindig a kékek győznek. Ebből gyomlik el még egyet, én úgy látom. Hát nagyon gyorsan vége lesz, elfogynak a pontok amúgy. Miért halsz meg? Hát mert... Mert meghalok. Nagyon sokan vagyunk és nagyon sok felé kell figyelni. Nehéz. És én halok utoljára. Jaj, de szomorú. Nem találtál, Béla halt utoljára, nem is én úgy láttam. Adjunk még egyet. Rontom a statját a csapatnak. Na már valaki már kilépett. Na, nézd meg. Hát be azt mondta, csak együtt megyünk. Hát először azt mondtam, de ebből kell még egyet, nagyon gyors volt. Adjunk még egyet. Még egyet kell nyomatni. Mi nem tudok redizni amúgy, ezt mikor kezdhetünk el redizni? Mikor mindenki kidobott. Ja. Hoppá. Na. Jó, hogy ki is dobott másokat, tehát... Nem csak az van... Basszus, így nem tudok ilyen gyorsan meghívni is, de... Noel, be az is benn vagy, vágod? Ez is halizik, oké. Okay. Megint kidobott. Aha. Valakit kidobott, ja. Igen, engem is kidobott úgyis. Felét kidobta, ja. Kidobta a gyengéket. Jaja, írjatok nyugodtan újra, mert... Jajajaj... Nem, de ezt nem hiszem el. Írj, hogy nekem, de közben benne van, tehát hogy így... Jajajajajajaj... Na mindegy, engem már ne hív vissza, mert zsolok aludkálni, mert ahol a pucsika. Szóval... Tobi, gyere gyors! Köszi a gémeket! Szia, Hannibal, pápá! Ali! Jó hét, pápá! Gyors meccset nyomunk még egyet. 52. Na tessék redizni közben mindenki! Minél hamarabb.
Jankó is csak a smiley-kat küldi, de már benn van, vagy nem lehet meghívtam. Jankó már benn van. Négykor kezdom, Jézusom, hogy holnap reggel én is viszonylag korán kelek, magamhoz képes mindenféleképpen. Remélem mindenki kapott, aki ugye meg vagyunk. Na, ott is van, nice. Egy ember mondjuk nála még benn van. Csatában. Együtt kikikkelem. És akkor még egy ember befér. Szabi, redizzen. Szabi Hero. Jaja. Touch Me Sensei. War Thunder. Meg Touch Me Sensei. Igen, meg a Szabi. Rá kell indítani. Tényleg se fekszek, mit írogatjátok, mikor keltek? Így van, nem kell. 3:40-kor már le se fekül, amúgy tényleg. Föl se bírsz kelni. Nem, amúgy kell valamit aludni. Milyen bér? 9-3. Mindig abban a bérben játszunk, ha van közös játék, ami az adott stream témához csatlakozik. Melyik oldalt vagy, Tobi? Fönt. Az baj. Az baj. Az baj. A ti meg nem, mi? Mhm. Uh-huh. Jó, va. Irány a harc. Készülje meg. Itt Csirente, hol vagy? Lent. És melyikre spawnoltál, jobb vagy bal oldal? Bal, lentibben. Ja. Se baj. Ide amúgy valami gyorslövő táras tankot kéne hozni. BTR? De azzal meg nem ütsz át annyira mindent. Vagy inkább valami jó franciát, vagy... Nem is tudom mi az, ami jó gyorsan tud tüzelni, és nagy az átütése is. Gepard. Én maga hidrával vagyok. Van 38 rakétám. Nokedlit ki fogom rakni a klámból, már most látom. Mert? Hát mert... Időt? Hogy? Meg sem vártam, míg beírek a hátba. Ajja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 j
Ó, pedig itt van előttem Lokedli. Pedig ki fogom rakni, hogy így folytatja. Hopp! Itt álltunk, nem tudom állni. Milyen házbugi akarta beállni? Ott vagy az utca kellős közepén. Nem utcán voltam, mező. Amúgy is. Amúgy meg te meg ne szóljál bele, jó? Ennyi. Mert itt baszottam. Engem nem... Oszta! Akartam volt, nézd meg Noked! Egy helybe elkempel, ez nem játék így. Gyere egy mi egy... Tehát látod ilyenek ezek az emberek? Látod? Nézd meg az M10, az tolja előre, M36 végképp. Érted? Ő tudja, hogy kell játszani. Nem ilyen gyönge. Pedig én akartam megölni Tokit. Az baj. Vegyél vissza. Basszus, meghaltam. Mentem volna pedig segíteni az M36-nak. Ez lett a vesztem. Pedig láttam, hogy megijedtél a sok rakétától.
Ki, én? Hú, most a várost megszálltuk elég rendesen. Hát az volt a baj, hogy megakadtam, hogy szép volt. Á, most nem dőtt ki. Gyerünk srácok, gyerünk kékek! Ne harcoljatok, hogy győznünk kell! Ne adjatok cserben! Sem már lenyomjuk őket. Ez Dominik volt, várj, ez rossz. Nagy asszisztot. Pazzer a 2C. Engem úgyse találtok el. De hogy nem. Áú. Most be kell állni a foglalójukra. Csak dikepelni egyet. Most ez komoly? Nem? Mi történt? Kitolattam valaki. Ha nagyon megy ez az autó, az tök jó. Gyerünk fiúk, gyerünk! Meg lesz ez, ez az. Áj, a rakéta vetőt lőtték el. Üljétek a pirosakat. Új, új. Hopp, az is meghalt. Már nem kell sok, ez az, mindjárt megvan. Ó, nyerni fogunk, ez az. Nagyon őszint. Nem! Nem adom magam kögyed én! Meg a csapatomat! Az az. Nagyon szép. Basszus, pedig eljutottunk a pontig! Hogy lepusoltuk pedig őket? Hát ez... A francia sem bele. Kár érte, de baj, szépen, amúgy tök kiegyensúlyozott volt a csata. Kár, hogy nem lehet több pontot beállítani. És akkor tovább tartana. De ez amúgy izgi volt. Ez király volt. Na jó van, köszönjük szépen mindenkinek a játékot. És természetesen a figyelmet is, és hogy itt voltatok. Hogyha gondolkodtok azon, hogy a Wartenderben elkezdjétek az olaszokat a magyar járművek miatt, akkor én bátran ajánlom. Továbbra is látjátok, hogy ez a T-72 attól függetlenül, mert felfel dobálja 10-3-ba, ugye, mert ott nagyon sok ikonikusabb, vagy hát jobb prémium, vagy populárisabb, tök mindegy, minek mondjuk jármű megtalálható. Azért játszik saját BR-ben, tehát nem mindig dobott föl minket sem, és lehet vele jót játszani. Tök sok jó csatánk volt a mai streamben. Úgyhogy a BTR-80A is tök jó, az a 2S1 is egész tűrhető, meg hát a légvédelmek azok igazából teljesen rendben vannak. Úgyhogy, én bátran ajánlom az olaszokat, meg még pár olasz ingyenséget is itt ki lehet majd fejleszteni mellé, hogyha valami supportot szeretnétek. Most itt ezt a VTC lópikulát itt nem sikerült kifejleszteni, ezt a rakétás kis páncéltörős, nem tudom mi akar ez lenni. Ilyen kis hibrid gépezetet, de igazából a cél majd itt a dárdó és a freccia. Jól mondom? Vagy freccia? Freccia. Lenne, mert amúgy az lenne jó majd a KF-41 mellé. A következő magyar járműves streamben majd a Leoparddal fogunk egész streamben játszani. Az is szerintem amúgy egy egész jó kis tank a saját BR-ében, és az 10-3. Úgyhogy ott viszont gyakoribban fogunk majd kapni saját BR-t, de majd meglátjuk. Úgyhogy nyugodtan az olasznak nekiállhatok. Bár első nemzetként azért nem feltétlenül, mert repülőkben elég szegényes a felhozatal szerintem, például egy amerikai némethez képest, úgyhogy átgondolandó, főleg, hogyha küldetésezni akartok Battle Pass és a többi. Úgyhogy that's all. Na, srácok, mindenkinek nagyon szépen köszönjük a másik figyelmet, hogyha tetszett, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, illetve hogyha szeretitek és megemtettetek volna, meg iratkozzatok fel, a komment szekcióban nyugodtan írjátok meg a véleményeteket erről a magyar járgányról. Szerintem azért király, hogy benn van, és tudtuk vele csapatni egy picit, és jó is, úgyhogy that's all. Itt volt velem a Tobi és a Jiren. Sziasztok! Halló! Jók lehetek, szép éjszakát mindenkinek, holnap találkozunk, vagy nem. Ez a két opció van, de valószínűleg igen. Jók lehetek. Sziasztok!